Esti Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Jó reggelt, ha-hó, hello, sziasztok! Hello, sziasztok! 10 perc el 7 óra, jó reggel. Sziasztok, jó reggel. Egy itt János, vagyunk. Egy Ferenc, egy és Balázs, de ő tájföldön. Így van. Ő de jó. Majd jön. Így van, de mi is jól érezzük magunkat ettől függetlenül, sem ők ti is úgy fogjátok érezni magatokat, annál is inkább érkezik majd ide 7 óra után Kovács Áron kollégánk, és hárman fogjuk végtolni ezt a mai reggelt, aztán holnap meg a Dombóvári Pista, hétfő pedig majd azt eláruljuk majd később. Tőlem nagyon sokan kérdezték tegnap, hogy mi alapján válogatunk társ műsorvezető, tegnap a Gangsta volt. Igen. És akkor én azt tudtam mondani, mert nem jobb, nem is jutott eszembe, de tulajdonképpen nem is kell szerintem ennél jobb válasz, hogy ugye amikor tavaly volt ugyanilyen szabadságon a főmérnök úr, mi meg így dolgoztunk, akkor jött egy pár ember, akik beváltak. Vagy nekünk szimpatikusak, vagy a hallgatóknak, és optimális esetben pedig mind a kettő áll. Tehát nekünk is, és a hallgatóknak is, úgyhogy őket hívtuk vissza. Egyébként hétfőre lesz egy új emberünk, de ő akkor meglepi, és nagyon sokat gondolkoztunk, hogy ki jöhetne még. Aztán arra gondoltunk, hogy aki már bevált, most egy jó Gangsta Zolit, hát most... Persze, hát mi is tudjuk, hogy Balázs pótolhatatlan sokak szemében, tehát hogy gyakorlatilag bárkit hozhatunk ide, nem nőhet föl az ő nagyságához, de azért igyekszünk, megpróbálkozunk. Tegnap pedig mindenképpen szeretünk volna egy olyan zabolázatlan kancát, egy mustángot, aki gyakorlatilag semmilyen szinten nem hajlandó a kengyel vagy egy gyeplő alá hajtani a fejét, és gyakorlatilag azt csinál a műsorban, és garázdálkodik vég, amit ő akar, mert és én visszahallgattam most például a kis beszélgetésünket ugye a világ evőnkkel, Jókuti úrral, és hát tényleg, tehát, hogy Zoli... Az ütemtelenség. De hogy maga. Igen, tehát, hogy na mindegy. De ezért szeretjük őt, és nagyon sokan szeretik, én visszanézgettem a Facebookos bejegyzéseket, meg az SMS-ben írt méltató sorokat is, amiket ugye Zoli személyhez írtak, és hát imádják még mindig, ő ettől jó. És lesz majd még jó, ha lesz ilyen szabadságunk, úgyhogy szerettük nagyon, ő egy picit elsunyogta az estét, mert hajnali 2-ig egy felvételen volt, ez 7-től 9-ig látszott rajta, nem is 8-tól 10-ig jelenlátszott rajta, mert 7-től 8-ig nagyon jó volt, aztán itt ott egy picit bealudt, én kérdeztem, hogy Zoli, mi van? Ébren vagy, itt vagy? De jó vagyok. Szemed nyitva semmi baj, itt vagyok veletek, jól mondom, oké, aludj tovább nyugodtan, és majd jó lesz. Igen, mert akinek nem tűnt fel itt a stábból, annak valószínűleg azután, hogy már harmadszorra kiadt egy kávét, azután már mindenképpen feltűnt, hogy nagy üzemi mennyiségben fogyasztotta ezeket a... Nagyon helyes, jó lesz, úgyhogy teljesen rendben volt. Na, úgyhogy ma Kovács Áron, holnap a mi kedvenc Dombink, és akkor hétfőn meglepi vendég van, aztán pedig már jön vissza Balázs, és akkor ismételten a megszokott módszerrel fogunk majd tovább dolgozni. Én azt gondolom, hogy akinek ez a része nem tetszik, az addig keres magának mást, persze, de szerintem próbáljátok ki, jó lesz ez is. Jól van, majd hogyha ezekkor pedig majd szerdán találkozunk. Sziasztok! Hova mész? Hova mész? Mosásból van a melegítő felső? Igen, a mackó felsőt kimostam, és akkor felvettem. Feri egyébként, kedves hallgatóink, tökéletesen ért ahhoz, hogy jó, mondjuk hát engem aztán végtelen módon gondolhatjátok, zavarba lehet hozni azzal, hogyha valaki nála mondjuk jobban öltözött, tehát kb. Semennyire nem érdekel, de Feri azért, hogy is mondjam, csak úgy szokott kinézni reggelenként, mint aki egy, nem is tudom miből, egy ilyen Elite XXL magazinból lépett elő, mert hogy már megél, most mi van? Nem, azt csak így dicsérde és el is veszi azonnal. Ja, most XXL mi lesz ma? Mi lesz ma? Kormányszóvivő lettél? Nem, hála jó Istennek, azt nem is vállalnám, de hogy én szoktam így öltözni. De ez nem lesz majd, ahogy hívják? Mi? Nem lesz a pecsétes? Nem, zsírszagú, ahogy hívják be? A korhelyben. Zsírszag. De aljadék vagy. Nem, majd ezt úgy megyek, hogy az akót leveszem a bejáratnál, és akkor az inget meg könnyű kimosni. Én szeretem néha jól fölöltözni, néha meg rosszul is, mert ugye van, aki a veleszületett kecsua pulóverében nyomja le az életét, és az semmi baj. Én meg néha azt mondom, hogy így veszek föl valamit. Ennyi. Jönnek ma fontos vendégek hozzá. Igen. Mindenféle bloggerek. Ugye most egyébként reggel, hát nem reggel, estig, hanem 10 után, amikor végzel, akkor irány az étterem, aztán estig ott olod. Nem, áll, de hogy nagyon sokat alszom napközben mostanában. Minden újonnan induló történetbe bele kell tenni az energiát, ez zajlik most még, de már nagyon várom, amikor egy kicsit kevesebbet kell majd ott lenni. Nem, tegnap délután hazamentem, mert vittem el az én békámat táncórára, mert járunk még mindig, már egy fél éve. Azt hittem, valami alapanyag kifogyott. Ja, és el kellett menni vásárolni, nem. Őt vittem el táncórára, meg magamat is, sehova nem haladunk, tehát most van az a rész, amikor csinálsz valamit hosszú idő óta, és összeomolni látszik a rendszer. Amikor már azt gondolt,
na most már jól tartod magad, szépen meg tudod fogni az asszonyt, és már megy a izé, mit tudom én, az angol keringő, és akkor rájössz, hogy nem, hódbéna vagy, hódbéna vagy. Keleti Andi időnként rátok néz? Dicsér? Bennünket nem ő tanít, de minden órán bent van, egy darabig legalábbis. És az a fajta... Hogy a haladókkal nem ő foglalkozik. Figyelj, nem akar, mert érezte, hogy megalázol, hogy mi táncolunk a számára, tehát, hogy már sokkal jobbak vagyunk. Bejön, most Andinál nincs kecmec, tehát olyan órát tartott a múltkor, hogy úgy vánszorogtam haza. Mondtam a békának, hogy hozzá hordágyat vigyél el a kocsikban, mozdulni nem bírok. Nagyon-nagyon jó a csaj, nagyon-nagyon intenzíven nyomja, úgyhogy imádom. És az a fajta ember, aki nem hagy téged pihenni. De pedig így mutatnád a szemeddel, hogy csak egy percet álljunk már meg, mert kiköptem a tüdővel. Táncolni, értenem, sportolni. Na, igen, nála sport. Nála sport, úgyhogy nagyon jó mozgás is. Úgyhogy hát úgy is néz ki. Hát igen, egyébként meg úgy is néz ki. Úgyhogy tegnap nem voltam bent estig, de szoktam. Szoktam néha. Igen, tehát azt ki fogom lassan írni, hogy ez egy találkahely. Aki szeretne találkozni, ez jöjjön oda, iszunk egy kávét, aztán valami majd csak lesz. Viszont ennél fontosabb dolgunk van. Na el mi? Kell mondjam, hogy megint lecsúsztunk valamiről. Na mi, egy sztori címlapról? Nem, arról nem csúsztunk le, vagy nem mindenki csúszott le. De aki akar, ott van. Na, de hogy? Egyébként miről? Pont az ő álma. Tényleg? Pont az ő álmát valósította meg egy másik férfi ember, tehát a mi főnökünk Balázs nagyon régóta mondja, hogy ő szeretne első lenni a herevasalásban. És valaki meglépte előle. Elvitték előle, ami igazán szép. És láttál egy előtte utána képet? Nem, sajnos ezt nem, de megmutatom nektek a... Mi van, ne legyél már rosszul, Zsül. Mi ez az? Te még nem láttad a saját heréd? Na, ki kéne vasalni? Kérek szépen, mutatok is képet neked belőle. Hazánk egyik újonnan... Na mutasd. Celebé avanzsált. Ki a sima zacskója? Népszerű embere. Már most már nagyon kíváncsi vagyok. Már is. Főleg, hogy Zalatnai még nem reggeliztem. Tessék, kérlek szépen, egyébként nagyon, hát állítólag igény volna rá testű fiatal emberről van szó, és a képen vagyok. A here ott van. Hát ezt nem hiszem. Gyerekek, tényleg ott van. Így készült az Arnold klasszikra? Egyébként igen. Hát, Berki Krisztiánról van szó, aki nagyon komolyan kigyúrta magát. Nagyon komolyan kigyúrta magát, és ugye celebbé avanzsált, tehát mindenféle műsorokban láthatjuk őt. Igen. És lehet, tessék nyugodtan szeretni, nem szeretni, ahogy gondolják, hát én bírom a csávót. Én nem gondoltam volna, mondjuk, hogy csütörtökön reggel 4:30-kor egy Verki másik férfinek a nemesebbik szermét fogom nézni, de hogy itt még egy finom blőrözés, illetve hogy finom blőrözés van, de finom blőrözés nincs. Nincs. Hogy egyszerűen nincsen kitakarva. Hát ez a lap is egyre igényesebb, úgy érzem. Megmutatják az igazságot, mi? Na az van, hogy ő megy valami versenyre, hát, és elmenni. Ez az Arnold klasszik. Ez egy nagyon-nagyon patent kis verseny, gyakorlatilag a testépítésnek, meg a fitness műfajnak az egyik legpatinásabb, illetve a patinásságot ez mondjuk talán nem igazán, mert nem olyan túlságosan régi a verseny, de hogy egyébként egy nagyon minőségű, nagyon nívós versenyről van szó, és a keresztnéből már következtethetsz arról, hogy van köze Arnold Schwarzeneggerhez. Világos. Berki úr nagyon jó kigyúrta magát, nyilván megtett mindent ezért, amit kell, megemelt. Sok zöldséget. Azt erre gondoltam, én is sok csirkemel, tehát nagyon-nagyon impozáns a férfi ember teste. Elment, kérlek szépen, egy ilyen gyógyász arthoz, aki tud mindenféle simítást, meg akármicsodát. Azért, mindjárt mondom, hogy két dolog miatt ment, utolsó zsírbontásra érkezett orvosához, meg feltöltetni a homlokát. Aha. Mert a homloka is. És ha már ott volt, és vagy ott találtak neki, még egy kis zsírt. Várjál, neki mondta neki doktor Tizedes, mert így hívják a doktort, mondta doktor Tizedes, hogy te Krisztián, megérkezett az új heresimító, nem próbáljuk ki. Mit szólnál hozzá? És mondta, hogy ő akar lenni az első benne, úgyhogy letolta azonnal az alsónadrágot, a beszámoló szerint fölült az ágyacskára, és úgy simítanak herét, hogy a két, az anódot és a katódot... Már kérdezni akartam, azt hogy hova az anódot és hova a katódot. Azt rácsiptetik, és van egy kis fénykard jellegű szerkezet, és azzal stimulálják a... Ja, ő a doktor, azt hittem, hogy ő Harry Potter. Nem, ő nem a varázsló. És a varázspárcával megérinti a bigyót. Nagyon jó. Ne legyél rosszul. Én ennek nagyon örülök. Mondjuk látod például, én ezért nem kultiválom annyira a testépítést, mert eltolódnak az arányok. Mert valamit nem lehet építeni. Igen, valamit nem lehet építeni, hát az már csak akkora maradt. Igen, ez is olyan alap volt, amire én nem tudok egy újabbat dobni. Én azt gondolom, hogy meg vagyunk a reggelre. Szóval így,
Lehet, hogy fölhívjuk majd egyszer, nem hát tudom. Azért már van az a fotó, meg van az a témájú fotó, amit már nem szívesen látsz magadról, viszont egy újságban, nem? De ő igen, ő ezt szereti. Na jó van. Úgyhogy, ha Herét simítatni mentek, akkor... Én meg még mesélni akartam róla, hogy tegnap is voltam Pest Erzsébet, hogy milyen finom primadonna kockát ettem meg, hogy hát, ilyen kellemes délelőttől töltöttünk együtt a nejemmel. De hát... Hát ez képest lesz. Majd egy heret simítással, ha tudsz jönni, akkor szólalj meg. Egy olyan hírem is van egyébként, hogy ha egyszer simítatsz, akkor kell most már mindig simítatni. Ja, tehát akkor ez egy ilyen permanens simítási folyamat lesz. Nem tudom, hogy hetente egyszer kell simítatni menni, vagy két hetente, vagy egy hónap, havonta, de hogy kell, mert egyébként most nem hogy annyira lesz ráncos, mint volt, hanem sokkal jobb. Hát nagyon jó. Kedves hallgató, valakinek még kérdés a témával kapcsolatban, írja meg nekünk. SMS-ben 0-76-45-00-00. Mit csináltál tegnap, János? Hát figyelj. Nem mondom, semmi extra. Jó idő volt, szép idő volt, találkoztam a nejembe, a határútnál, hogy bevásárló központban megebédeltünk, aztán Irány Erzsébet, benyomjuk azt a finom kis primadonna kockát, vettünk még egy Eszterházit otthonra, aztán egy kicsit pihentem, délután átvettem a gyerekkel a történelem leckét, a germánokról tanultuk egy kicsit, meg a római birodalomnak az összeomlására, a kelet-római birodalomnak a virágzására, utána egy kicsit még megint pihentem, utána pedig kimentem futni, aztán a futásból hazajöttem, megtárgyaltuk, hogy a futás utáni illatomra mi jobb jelzőink az erjet vagy az éret, aztán a gyerek meg az, hogy lefeküdtek aludni, utána még én egy kicsit neteztem egyet, lefeküdtem én is aludni, most pedig itt vagyok. Hát de ez a Berki sztori, ez annyira már fegyere, bármit mondhatnék, most semmit. Nem. Hát akkor adjunk metal zenét. Na, hát igazából metalt most nem fogunk hallgatni, de egy jó kis középutas amerikai rock zenét, azt igen, tempó lesz benne, lendület lesz benne, dallam is lesz benne, az ilyen zenéként rettenetesen mennek, hát mondanom se kell, hogy az Egyesült Államokban közel, mit tudom én, hát hogyha ha 30-et mondanék, az is kevés lenne, 50-et mondanék, az is kevés lenne, fogalmam sincs, de iszony mennyiségű rockrádió, és ott az ilyen zenék reggeltől estig szólnak, nem is nagyon akarnak ezek a bandák átjönni Európába, mert egyébként ők nagyon jól el vannak ott abban a kis bizniszben. Pop Evil-nek hívják egyébként a bandát, negyedik lemeznél tartanak, és szerintem egy nagyon kellemes. Morning Show. Klassz FM-en. Pop Evil. Jó a név. Jó, egyébként jó, és a banda is szerintem nagyon jó, mondom, negyedik albumunknál tartanak, ennek az albumnak a címe Onyx, tavaly jelent meg, és ez az egyik temposabb nota róla. Na, Zsűr, jó reggelt! Ha játsszuk, megint le, kezdtél vissza, le, jól persze. Van akkor. Jaj, Istenem, jó van. Nagyon jó, ugye, húzz egy kicsit lejjebb, mert bennünket nem zavarnak, hogy az énekesnők alattunk. Tehát ha alattunk egy énekesnő van, ezt bennünket sose zavart. Jó, köszönjük szépen, nagyon rendes vagy. Hát így vagyunk itt, reggelente 3 perc múlva lesz 6:30, közlekedés információkkal viszonylag visszafogottan vagyunk, konkrétan jött 5:37-kor. Igen, de mondjuk az is jellemző, bocsáss meg, hogy szabadba vágok, 5:06-perckor már trafi. Tehát, hogy azért ők sem pihennek. Tehát nem bíznak semmit a véletlenre. Zircen, a kis tecsónál, óvatosan, mert sokba kell érje nekünk az egyik hallgatónk, már 5:06-kor. Hát ők ezek lehet, hogy náluk is korábban kellnek. Hát vagy kimaradtak tegnapról. Na mondjuk ez is igaz, és most ébredtek föl. Vettek a tecsóba kiflét, ide hozzá már valami reggelit. 35-ös számú főút Múhi és Nyéklátháza között keresztbe fordult egy nyerges kamion, kerülni Múhi felé lehet. Lisztes Ati írta, köszönjük szépen nagyon, és akkor ha még van valami, amit szeretnétek megosztani a közlekedéssel kapcsolatosan, azt várjuk szeretettel. Hát itt a zene alatt még tovább rugoztunk ezen a here ügyön, ha lehet ezt így mondani, és a hallgatók is, én nem gyúrok, nekem alakból kicsi. Az egyik ilyen hozzá kapcsolódó SMS, de most már leszállunk Berki Krisztián heréjéről. Korán reggel van, még nem lehet ilyenekről beszélgetni, csak mondom, megosztom veletek. Illetve, ha valakinek megvan ez az újság, akkor nézzétek már meg, és írjátok meg, mert itt szakmailag egy kicsit összevitatkoztunk, hogy mi az, ami látszik. Azt hittem, hogy nem folytatjuk. Figyelj, azt gondolom, hogy az a, hogy is szokták mondani, tehát, hogy az a zsemle is, nem a hús. Tehát, hogy az a teteje, és nem az alja. Nem, ez fogja az ezredest, ott van a kezében. És hát, az inkább egy szakaszvezető, mint ezredes, akkor, ahogy akkor a szakaszvezető, vagy a honvédot. Te fogja a honvédot, és alatta pedig hát a... Én azt nem tudom, hogy neki nagyon picit nem. Ja, bocsánat, csak a kezembe adtad. Tudod, és hát hogy az embernek valamit a kezébe adnak, és akkor bevonjuk a másik nemet, és akkor azt egy automatikusan talán megfogja. De hogy azt akartam mondani, hogy neki még nagyon pici a gyermeke. Valószínűleg neki még nem kell majd magyarázkodni. Itt
10-15 év múlva ő is meggondolja, hogy ilyen képeket jelentessen meg magáról egy újságon. Mert ha például rólam készülne egy ilyen kép, ez egy nagyon vaskos fikció, de hogyha rólam készülne egy ilyen kép, azért a lányomnak másnap kellene bent magyarázkodnia. Nem biztos, hogy ilyen felszegett büszke fejjel és tartással sétálva végig a folyosó, hogy láttátok a fater. Ez nagyon kemény. Na most ez a csávó. Ő szerintem 15 év múlva is ugyanígy fogja csinálni, mert nagyon elkapta ez az őrület. Illetve hát most ugye az van, hogy a Pamelának hívják, azt hiszem, a kedves barátnőjét, feleségét, gyereke vagy anyját. Mert hogy ott is vannak mindenféle ilyen fennforgások, aztán ezeket lehet, hogy a bulvár sajtot találtak ki, de hát ezt akartam mondani, ugye nem is tudom, én most annyira nem követem az eseményeket, hogy együtt vannak vagy se. Mindegy, de szerintem ő az a csávó, aki 15 év múlva is ugyanígy. Tehát akkor lesz majd egy nagyobb műtét, vagy egy kisebbítő. Nem tudom, majd kitalálja. Nem csak Aurélio, meg Gyuros Józsi, és egyéb emberszabásúaknak láttuk már akkor most a közelmúltban a szerszámet, hanem Berki Krisztián is felzárkozott. Gratulálok! Egy is van, kell is, hát miről beszéltünk volna reggel, érted, arról, hogy mit csináltunk tegnap. Ehhez képest celebek csillogását. Jönnek a nagyon fontos hírek most, és utána játszani fogunk. Az van, hogy egy-egy az állás a fekete-fehér igen-nemben. Hát kapaszkodnunk kell. Hétfőn nem dolgoztunk, kedden kezdtük a mókát, kedden én nyertem, tegnap te végigjátszottad az egy percet, így aztán a hallgatói a pont, úgyhogy egy-egy. Én nagyon szeretem az ilyen fogadásokat egyébként, általában, mert ez csak két esélyes, tehát, hogy itt most, vagy egy nagyon csúnya bukó lesz a végére belőle, vagy pedig döntetlenre mentjük. Más nem nagyon van. Hát miért? Még megnyerhetjük. Tényleg? Hát, mert még van két nap, ha azt megnyerjük mind a kettőt, akkor 3-1. Akkor picit elengedted. Picit elengedted, vagy kikapunk. Nem, mert alapból arra gondoltam, ha mai játszok, biztos, hogy... Dehogy is, meg tudod csinálni. Nem, meg tudom. Próbálják ki, kedves hallgatók, próbálják ki, hogy János meg tudja csinálni. Nem, én is nagyon szívesen játszom, lehet jelentkezni a játékra, 0670-645-0000, ez az SMS számunk, és akkor a fekete-fehér igen-nemmel jövünk vissza. Morning Show! Klassz FM. 3:47 múlt 5 perccel, jó reggelt, sziasztok, 82-es főút Écs belterületén és a Pannonhalmi benzinkút között burkolott felújítás miatt sebességkorlátozás, illetve jelzőlámpás forgalom irányítás van, az arra közlekedők menetidő növekedéssel, illetve torlódással számoljanak. Tibi. Tibi olyan SMS-t írt, érted, mintha közútkezelő írta volna, nem? Precízek pontosan. Ilyen, és menetidő növekedés. Csorna György között Tejkötcső, Roli 85-ös helyenként Tejköt, csak óvatosan, üdv Zomborai úr. Köszönjük szépen, 0676 45 0000 az SMS számunk, írhattok még közlekedési információt, mert mi ezeket szeretjük megosztani. Ja, mondanak, hát semmi gond nincs, lányomnak is gondot okoznak az analóg órák. Köszönöm szépen, próbálom leolvasni. Nem, miért? Nem jó mondtam? 3:47 múlt, most már 6-tal. Itt nehezen tanultad egyébként meg? Mi sorát az órát? A órát, fogalmam nincsen. Nem, szerintem nem. De úgy látszik, vagy úgy érzed, hogy nehezen megy? Nem. Miért? Hát, rakassunk neki egy digitális, egy olyat, ami mondjuk ez is digitális, csak mutatós. 3:47 múlt 5 perccel, ezt mondtam. Aha. Jó, csak egy picit elbizonytalanodtál, de fölraksz. Na mindegy, nem érdekes. Nem látok odáig, az egy másik kérdés. Magadra. Nem, baj, menni fog ez. Majd belelázod, mire 50 lesz. 6:45 múlt el 6 perccel. Na, jó van. Mondjuk abban a székben azért megzavarodik időnként az ember, csak így mondom, de hát érted. Ugye? Ugye, hogy nem csak én szoktam mit hibázni? Rosszat vagy semmit, úgyhogy akkor maradjunk a rossznál. Nem csak én szoktam mit hibázni. Egy-egy az állás. Kedden kezdtük a hetet, akkor játszottam én egy gyönyörű nyertes csatával, és hát Szerdán Jani játszott egy szánalmasan elbukott. Szerdjára vagy. Oké, egy-egy. Igyekszem, de egy-egy, úgyhogy mindjárt kiderül, hogy kivel játszunk most. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a Józsi! Jó reggelt! Hello, szia! Honnan hívsz bennünket? Jelen pillanatban Pilisvörösváron. Jó van, megnyugodtam, hogy nem Békés Csabáról, és nem Gyúrós Józsi az. Az mi, hogy jelen pillanatban, akkor átutazó... Mondjuk, hogy keresi, az... Igen, árut szállítok, és ide érkeztem. És honnan indultál? Pécsről. És már most Pilisvörösváron vagy? Igen, hoztam egy kis sört ide, hogy
tudjanak én egy kis jó kis igazi jó kis sört. Te minden, mondjuk az autóson lehet hasítani ilyenkor is, nem? Lehet, persze. Ha, milyen jó kis autópálya. Ott az ember így nézeget így körbe-körbe, és akkor így előbb-utóbb mindig arra a következtetésre jut, hogy ezt a szakaszt még nem adták át, mert hogy nem találkozik senki. Véletlenül vagyok itt. Főleg hajnalban eléggé nagy a szélke. Hajnali 3-tól, ahogy te nézelődsz, mikor indult a 3-kor? Hát igen, egy kicsit előbb 2:30. De jó. 7 órára értem ide. Hova kell még menni? Hát majd vissza Pécsre, hogyha lerakottam. Aha, tehát eljössz Pilisvörösvárra, lerakod a szeszt. Sőt, így van, és megyek vissza Pécsre. Aha, még olyan, most úgy bedobtál volna egy ilyet, hogy át, kis záhony, még becsúszik ma, aztán majd meg utána Sopron. Győr, vagy Sopron, és onnan Pécs, ez kemény lett volna. Józsi, kivel szeretné játszani? Hát Ferikém, ha lehet, akkor te veled. Hogy ne lehetne? Hát Józsi, azért hát, vagyunk. És ezzel nekem is adsz egy kicsit ma reggel. Azért vagyunk ilyen sokan. Hogy lehessen választani, vagy Jani, vagy én. Jó. Meg okay. Inkább ő a sörös. Igen, mert kedden én voltam tegnap, te most akkor én vagyok a sörös. Azt hittem, ezt az mondod. Az igen, de nem jó volt. Jó, na Józsi, figyelj, látod, hogy olyan szellemi magaslatokon vagyunk ma, amit magunk nem lesz egyszerűen meg. Ember a Rádi Feri. Megmagyarázom, ha ő a sörös. Na figyeljetek, srácok, akkor. 3, 2, 1, fire! Te szereted a sört, Józsi? Kaszhatné, Ferikém, bocsánat, kaszhatné, már szeretnék mondani. Kezdeni? Szeretnék mondani valamit, igen. Mondjál! Azt szeretném mondani, hogy drága jó vitézek, gyönyörű Levanték, bárcsak én is köztetek lehetnék hangzék, és tengert látok. Végig akarod mondani? Így van-e ez a vers, Ferikém? Végig akarod mondani az egészet? Józsi, hopszi! Hát de kár érte, azt akartam mondani, hogy ez így viszont nem is játék, de ráadásul ki is mondtad a nevet. Igen, kimondtam, a fene egyemek. Pedig akartam mondani tovább, hogy drága jó vitézek, gyönyörű ládát, most már sajnos bemondtam. Nincsen egyébként megtiltva. Tehát, hogyha valaki most bejön, és akkor regélít nekünk az Ó Magyar Mária sikalmat, azzal sincsen semmi gond, tehát ezt nem tiltottunk meg, nekem ez tetszett volna, hogy ezt így végig tolja, és te meg itt vagy, megpróbálsz időként beleszólni. A főzésről akartam beszélni. Aj, de kár, hogy oda... Látod, akkor nem kellett volna itt szavalni, hanem belevágunk rögtön a főzésbe, és tudunk beszélgetni. Hát igen. Mert pont az a játék, hogy kérdez, az egyik válaszol, a másik, aztán ő kérdez. Ez nem volt rossz, ez a kis kulturális előadás, ránk is fért korra reggel 7 előtt. Józsi, sajnálom. Én is sajnálom, aztán egyen meg. Nem baj, majd legközelebb. Azóta 100. SMS-em, majd megpróbálom a 200. Na, hát akkor újra sikerül. Anna már föl is írt, hogy Józsi 200-nál visszahívni. Igen. Köszönöm szépen. Vigyázz magadra, jó sörös ember. Szevasz, Józsikám, szevasz. Jössz ki a király! De jó. Nyomjál magad, aki tapsot, mert Zsül még ismerkedik a pé. Köszönöm, de... Mit tudom én, hogy melyik itt világ, nem minden akartam, második. Nem akartam magamat megtapsolni. Ez annyit jelent, ez a kis győzelem, ami hát én félig szánalmas volt, de megvan, az a lényeg, hogy 2-1, tehát nem veszett el a hét, már döntetlennél rosszabb nem lehet. Tök jó vagy. 2-1-re mi vezetünk, és hogyha te holnap esetlegesen úgy döntesz, hogy akarsz rendesen játszani, nem úgy, mint tegnap, akkor még akár nyerhetünk is, és kibüszkülve megyünk majd e hétvégézni. Állok elébe. Jó, most 2-1, tehát a döntetlen már a miénk, holnap még egy becsületpontot ti tudtok hozni, de megmondom őszintén, kicsit jobban szeretném, és azt is szeretném, ha ti is partnerek lennétek benne, hallgatók, hogy mikor Balázs visszajön a jövő héten, akkor csak azt tudjuk mondani, hogy figyelj, értük a hetet, érted? Nem vagy itt, de megcsináltuk. Talpunkra álltuk, összeszedtük magunkat, és megcsináltuk. Jó? Bizony, én nagyon büszke vagyok. És most olvastam egy SMS-t, ezt mindenképpen meg kell osztanom a többi hallgatóval is, mert ha például valaki nem hallotta a beköszinket, akkor később mondjuk egy ilyen 8 óra tájban, hogyha beolvasnak ezt az SMS-t, már sokan nem nagyon tudnák hova tenni. Sziasztok, Krisztián Heréjét hol lehet megnézni? Üdv Géza! A válasz az egyik népszerű napilapban. Ők közöltek nem a fotót. Here vasalás van. Jó? Most jöttem a Neptunusztól, hol a Balázs? Oda ment, téged keres. Így van. Úgyhogy de jövő szerdán jön vissza a gépe, és akkor meg lesz. Majd nagyon sokan írtuk, már az elején is kimondta az igent, ez szinte mindegy is. Igen, és a Leventét is többször. Én játszottam, a Jani pedig máshol járt, úgyhogy ezért csak a nemnél akadtunk meg. 3 perc múlva lesz 7 óra, friss hírekkel folytatjuk. Kovács Áron társműsorvezetőt fogjuk majd köszönteni. Megjött már? Igen, most várja. Látom, hogy megjött először a gyártás vezetők, utána pedig igen, itt van ő is. Akkor felhájpoljuk jobban, jó, hogyha hallja. Kovács Áron! Hey!
Vele jöjjünk vissza. Mit? Hát azt mondta, van ebben egy babát, csak nem neked. Majd a holnapi megszavaz. 4 perc múlva lesz 4:18. Jó volt, János? Jó, na most látod? Látod? És azt mondják egyébként, hogy egy bizonyos kor után nem fejlődik az ember bizonyos dolgokba, de a Feri igen. Ő rátáfolt erre. Elképesztő. Bár van egyébként frusztráció nekem a mutatós óra. Igen. Jó mondom, mutatós óra. Tehát nem analóg, meg mutatós óra. Igen, van, de volt nekünk, így kezdték az iskolát általános iskolában, hogy már mint az óra tanítását, hogy azt hiszem úgy volt, hogy a nagy mutató a 10-esen állt, igen, a kis mutató a 2-esen, így betekerte a tanárnő, és megkérdezte minket, elsős hülyéket, én, aki órát tényleg soha életemben, még a Strucnak a nyakában láttam ilyen rajzfilmeken, és akkor kérdezte, na ez mi lehet? És hát, hogy a számokat mesélte, mondom, 2 perc elmúlt 10 óra, nem. 10 perc elmúlt 2 óra, nem, és egyre frusztráltabb, hogy szeretné jól teljesíteni, és a 2-es és a 10-es összes variációját összehoztam, azon kívül, ami egyébként volt, tehát az a 2 óra lesz 10 perc múlva. Az, hogy én mondjuk ránézek egy analóg órára, és akkor így síróból mondom, hogy mennyi az idő, ez annak köszönhető, hogy nagyon sok, nagyon kellemetlen, nagyon nyomasztó, ordítozásokba hajló délután töltöttem apámmal együtt. Aki próbálta ennek kapcsán, igen. De hogy hallom, mostanában azért a 17:30-ot így felismered. Tehát egyre sűrűbb. Jézusom. Hölgyeim és uraim, ahogy ígértük, Kovács Áron! Hello! Sziasztok! Mi készített arra, hogy a múltkori kis adok-kapok után még egyszer elvállalod ezt a szereplést? Hát fél néha az emberek helybe kell menni. Akarsz helybe kell menni. Kérsz még? Akarod? Mindenképpen. Egyébként nem jöttek be a számok. Mindannyian megjátszottuk őket, amiket itt együtt kijötöltünk, hatoltunk, de nem jött össze, úgyhogy most kandizunk. Ne tudd meg jutalékban mennyit kapok ezzel. A sok hülye, aki rossz számot ír be. A hallgatók is írták, hogy ők is megtették, és érdekes módon nekik se jött be. Hagyjuk át, hogy rohadj meg. És biztos saját zsebre játszol, mert nekünk a rosszakat mondtad. Még egy olyan 40 év, és ez megtörténik. Tehát ez garantálom. A saját zsebre játszás? Nem, a megrohadás. Ja, a megrohadás. Jó van. Mi helyzet? Mi hír? Mi a történés? Mi van? Több mint 3 millió. Amúgy mi van, tudod? Te amúgy tök jó minden. Komolyan. Minden. Persze. Család. Az, hogy én ezt az amúgy mi van kérdést, én ezt föltettem a múltkor, elég rosszkor, családi körben, ezt az amúgy mi van, ezt el lehet rontani. Nem, de ez egy hosszabb sztori. Most nem biztos, hogy most mesélném el. Amúgy mi a pálya, jó vagytok? Vagy van idő elmesélni? Van idő elmesélni. Van, ráérünk, hát hogy ne? 10-ig, azt csinálunk, amit akarunk. Tényleg? Hát akkor figyelj, elmesélem, hogy ez mi. Nem. Ha itt vagy, akkor előbb lottószámok. Tehát, hogy mindenképpen mindenki vegyen elő papírt. Figyelj, nagyon utálja, ne már. De hogy nem, figyelj, most azt hiszem 2,7 milliárd van rajta fönt, és hogyha esetleg csak a 4-et mond meg nekünk, akkor is már 3 gurigát kaszálunk, jó? Na, legyen, egyet, tényleg figyelj, az sok most a 4-es, jó. Egyet mondhatsz nekik. Egyet? A jót megmondj nekünk, és akkor ezt felével megjegyez. Most komolyan megint mondjak 5 számot, hogy utána megint megrohagyom. Kedves hallgatóink, figyeljünk. Egy olyan ember van itt a közelünkben, akinél közelebb nincs senki a tűzhez. Jó, mondjad. Hát figyelj, akkor... 1, 2, 3, 4, 5. Itt van előttem egy papír, az összes számot elmondom róla, jó? Ami létezik. Most akkor játszunk ezt, jó? Értitek, ugye, a papírról? Hát nem a papír, hát figyelj, mondjuk legyen az egyik a 20-as. Ez 20-as. Szerepel egy a papíron. Aha. Igen. Aztán szerepel rajta a 14-es. 14-es. Aztán a 32-es. Jézusom, milyen számokkal nem lehet nyerni. Hát várjál, mi van még ezen? Nehogy azt hívj. Minden számmal lehet nyerni, ne hülyeskedj. Igaz. Na, legyen akkor egy 2-es is van. 2-es is, jó. Hányat kell még mondanom? Még egyet. Oké, még egyet. Hát, hogyha... Illetve 5-öst játszunk? Hát figyelj, szerintem skandizhatunk. Hát akkor 5-ösözzünk, várjál. 2-20. Van itt még a 99, de azt ne tegyétek meg. Az nem lesz jó. Hát van itt még a 19, csak akkor nagyon... Na, nagyon... megvan. Ne, igen, nincs ilyen. Jó, 19, tessék. Akkor mondanám emelkedő számsorrendben. 2-es, 14-es, 19-es, 20-as, 32-es szerintetek nem áll? Simán van szóval ilyen. Nagyon sokszor van, hogy ilyen kicsi a szórás a számok között. 2, 14, 19, 20, 32. És akkor látom magam előtt a szombat estémet, egyébként én leszek most adásban, és látom azt, hogy kijön majd azt, hogy 1 milliárd 32 5-ös van. Na, dumcsizet a kicsi családról, igen, megjátszom fönt a neten. De most tényleg most fel akarod tenni? Én meg fogom játszani, nem bóckodunk, érted? Hát ha. Figyelj, hogyha esetleg bejön a szám, és kemiatt kirúgják, akkor annyit simán fogok tudni neki tejelni, hogy ne fájjon neki. Nem, most szerinted a kirúgják meló. Emiatt? Azonnal mehetek az EZO TV-be a jövő héttől. Egyébként hát, igen. Azonnal állásom van. Amikor bejöttél ide, akkor pont a fekete-fehér igennemet játszottuk, és azt mondtad, hogy te képtelen lennél ezt a játékot játszani. Igen. Ez úgy történt, kedves hallgatók, igen, hogy én ebben nagyon rossz vagyok, mire a következő mondat az volt, hogy jó, csináljunk
adnánk az Áronnak is egy játékot. Azt mondtam volna, hogy ebben nagyon jó vagyok, valószínűleg most nem játszanánk. De ilyen kedvesek vagytok, hogy rögtön a gyengémen egy páros lábbal. Soha nem is játszottál? Vagy próbáltál, de nem ment? Figyelj, igen, tehát hogy látod? Ugye, azonnal egy oda Feride. Nem, az az igazság, hogy erre nagyon rá kell állni, és szerintem minél jobb valaki verbálisan, annál nehezebb ezt megoldani. Bocs, Feri. Hát akkor menni köszi. Fog. Jó, akkor megpróbálhatod. Mert hogy a verbalitás előbb van, mint az agyam. Tehát, hogy érted, amit mondok? Én próbálom. Na, persze, tehát csak jön a szó, de nincs semmi mögötte, világos. Nem, inkább az, hogy nagyon gyors a kapcsolat, és azt a féket beépíteni egy ilyen gyors dologba, az nagyon nehéz. De próbáljuk meg, veled játszom? Nem, Isten nem, nincs, miért játszol velem? A legjobbat miért dobjuk meg, oda? Igen, meg akkor meg összeállítasz a Ferének egy, hogy hívják, hát egy ajándékcsomagot, hogyha esetleg ő nyer. Jó, hát igaz, meg egyébként is a királlyal nem lett egyből. Van, hát az, annyi időd, amíg a szignál szól gondolkozni, hogy mi lesz az első kérdésed. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a... Dezsavű érzésem van. Mi van? Ez mi? Semmi érdekes, nem kell hallgatnod a műsort. Egyet több vagy kevesebb nem számít. Mindig így. Jézus Isten. Jó reggel, Dia. Sziasztok! Szia! Nagyon drága vagy, hogy vállaltad ezt a harcot. Azt meg tudjuk neked ígérni, hogy ha nyersz Áronnal szemben, akkor küld neked ő ajándékcsomagot. Köszönöm szépen. Dia, hallasz engem is? Igen. Ó, nyertem! Nem? Nem, még nincs. Nem, így jutottuk a játékot. Nem? Á, már bocs, Dia, de ki volt? Nem volt rossz, csak ez még nem a játék. Van. Ja. Az van egy külön visszaszámlálás. Dia Székesfehérvár és a gyógyszeriparban dolgozik. Ó, ráadásul. Beszedtél valamit játék előtt? Valami, vannak ezek a béta blokkolók, hogy ne izguljál. Van ilyen? Benned? Kizárólag kávén élek, úgyhogy. Tényleg? Na jó. Figyelj, nem leszek egy nagy ellenfél, azért ezt elmondom neked. Tehát, hogy azért... Nem menekülj csak már. Csak terel. Nem, de ti... Na, tudod? Hát most meg én. Na mindegy. Na, figyelj. Gondolj arra, te is minden szabadat fontold meg lesz, és gondolj arra, hogy kaphatsz egyrészt egy nagyon jó kis ajándékcsomagot, egy jó kis Klassz FM-est, meg ott lehetsz végre életedben először egy Kenos sorsoláson. Mint kabala figura. Kicsit meleg lesz, de jó lesz. Na, akkor János, számolj, vissza légy szíves. 3, 2, 1, fire! Oké, én kezdem? Te. Kezdhet. Én kezdem. Szia, Dia! Beszélgessünk Magyarország legerősebb emberéről. Tudod, az a Laci, de milyen Laci? Várjál, nem jut... Ó, kimondtam! Nem jut eszembe! Na mondtam, hogy nekifutunk még egyszer, jó, Dia, ez az egy szánalmas volt. Tessék. Akkor még nem nyertem? Na figyeljetek, akkor nem még nyertem, egyszer. Előbb, akkor most egyszer nyertem én majdnem, meg most egyszer majdnem. Tessék, hát, most kezdődik a játék. Picit flexibilisek most a játék szabályok, de nem baj. Oké, na figyeljetek, még egyszer, utoljára. 3, 2, 1, fire! Ez egy hosszú játék lesz, vagy nagyon rövid. Dia, mesélj magadról. Tényleg, hány éves vagy? Mik a kedvenc sportjaid? Szereted-e a mákos tésztát? Ilyenek. 31 éves vagyok. Az jól hangzik. Kedvenc sportom még nincs. És hogy érzed, jól tartod magad? Igyekszem. Ügyes. Neked ez az első játékod? Mire gondolsz? Erre a játékra játszottál? Ja, erre a mostani játékra. Hát játszottam még ilyen diákkoromban. De hát a sikerek elmaradtak, meg kell, hogy mondjam neked. Elég jó vagyok, nem, Feri? Nagyon. Büszkén nézel? Jó, oké. Csak veled akkor beszél. Örülök, és köszönöm a megtiszteltetést. Ó, ne viccelj. Részemről a szerencse. Na, te ott tartottunk, bocsáss meg, hogy 31 vagy, jól nézzek ki. Mit sportolsz? Hát, gyakorlatilag bármit. Mi az, hogy bármit? Legutóbb mit sportoltál? Tegnap a gyerekem. Ennyi volt. Ezt nem úgy csináltad. Na figyelj, Dia, most játsz egyet a Ferivel, csak ezt most megnyerted. Csak hogy kellett volna, hát hagyd tanulja. Nagyon jó voltál, nem kell. Te nagyon jó voltál, már az Áron volt jó. Nem, te voltál jó, mert te vitted a prímet. Dia nagyon visszafogott volt, de a játékszabályok ugye azt mondják, hogy ha egy percet kihúz, akkor a játékos nyer. Úgyhogy Dia, gratulálunk! Köszönöm szépen! Ez a heti átlagban nincs benne, Kovács Áron, Dia párharc 0-1. Hát és ugye azt el kell mondjam, hogy nézem itt a kollega úr arcát, Jani arcán azért ki van írva. Lemondó mi? Igen, tehát mondjuk az apám lenne, akkor most így nagyon így a sarokba, hogy visszahúzódnék is.
Figyelj, Dia, nem érdekes, megvan a pont, és küldünk neked egy ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen, nagyon köszönöm. Nagyon szívesen, szia. Mondjuk, hogyha én lennék az apád, akkor én azért egy őszinte beszélgetésre leülnék a mamáddal már, hogy amikor elmúltál 18, hogy mégis mi történt. Vagyok. Na, van egy nagyon jó testhez álló témánk, mert ezt te szereted, te a hiába vagy most már túl ugye a 25-ön, még mindig gólyatáborokban töltöd az időd egy részét. Hogy válasz ilyen haknikat? Persze, szokott lenni. Volt ilyen, már most az elmúlt időszakban nem volt, de... Lepényevés, indul! Na hát figyelj, csak a téma miatt... De nem úgy, én, tehát hogy mondjam, tényleg, mint a nemzetközi megfigyelő, úgy voltam, hogy nehogy ott elfogjuljak az eseményem. Mint Boros Lajos anno. Ültük a tűz körül körbe, előveszed a dobozgitárodat, és akkor tolod valamelyik káoszközben. Ilyet csinált a Boros? Persze, hát olyannak idén kis táborokba tolta. Így van, ezzel kezdődött a pályafutása, és akkor utána. Ezt hol nem lett tudtam az róla. Hol nem tudtam, nem ezt csináltam. Én ilyen műsorvezetőnek mentem oda, meg vittem különböző eszközöket, hogy tudjanak normálisan szórakozni. Na, ezeket az eszközöket elő se vették. Senkit nem érdekeltek, el voltak a saját dolgaikkal. De hogy jön ez most? Amerikai felmérés érkezett hozzánk, hogy mik azok a kedvenc beavatási szertartások, amit egyetemen szoktak volt alkalmazni. Az egyiknek az a neve, hogy kokain vagy dildó, hát nem tudom, akartok. Hát na, akkor már szóba is jött egy olyan eszköz, amiket a gólyatáborokba levitt annak idején áron, jól szórakozzák, és nem nagyon kerültek elő, hiszen eldugták őket. Nem, de mondjuk azért az lehet érezni a kulturális különbséget, tehát ami Amerikában a kokain és dildó, az nálunk a sűrített tej. Azt nem tudom, ismeritek-e azt a játékot. És a kígyó volt. A sűrített tejes játék, az így nézek, nem akartam hinni a szememnek, tehát bejönnek a 18-es hamvas szüzek, és még tényleg látszik rajtuk, hogy még az általános iskola is elevenen él az emlékeikben, és a következő a feladat, hogy oda kell menni, hátra kötött kézzel egy asztalhoz, oda kell ülni úgy, hogy a fejed az így az asztalon legyen. Jó, hát ez nem lesz semmi gond. A kislány állát letámasztja az asztalra, és néz tágra nyílt szemmel. Kezdem sejteni, mi van tovább. Az asztal túloldalára lerakják a sűrített tejet. Kupak le, odaül Ilonka, egy másik kislány, csak tényleg azért, hát vagy egy fiú, más. Vagy egy fiú, ugye? És az a feladat, hogy úgy kell ököllel ütni a sűrített teljes flakont, hogy a vele szembe tátott szájjal néző kislány szájába landoljon a sűrített tej. Na most ezt nem kell elmondanom, hogy ez a kislány a ütlegelés után, már mint a tubus ütlegelés után, hogy néz ki. Tehát ha valaki a bukakesz óra rákeres az interneten, akkor láthat... Ne keressen rá, csak 8 után. Hát felnőttek, igen. Hát, és ez a játék. Csomó kisgyerekek van okostelefonja, nem rosszul hallottátok. Látod, a kokain vagy dildó az azzal jobb ennél, hogy itt nem csak ez a része van meg, hanem választhatod azt, hogy egy csíkon végigmész az orroddal. Igen. Aha, hogy melyiket választod. Ez az egyik feladat. A másik az erőszak filctollal. És a dildot hogy szívod föl? Az arra... Ilyen 8 lesz, igen. 5 perc. Köszönjük. Nem én hoztam a témát, én csak kérdezem. Jó, csak viszont mondtuk. Ha már van ez a csíkfelszívás, akkor valakit az ismerőseink közül a médiából hívjuk már föl, hogy magyarázzál nekünk, hogy egészen pontosan mi történik, mert ugye már mindannyian látunk ilyen sűrítettes akciót, bár mondjuk én nagyon régen, úgyhogy nagyon örülnék neki, hogyha Laci beújítan egy ilyen túl sűrített tejet, és ezt itt kipróbálnánk, mert hogy nekem ez nagyon tetszik. Ez nagyon bejön, a kokai csíkszívást azt nem vállalom. És ütni szeretnéd a tejet, vagy fogadni? Fogadni még. Ne találj bele, De jó. A másik, ez a filctoll sztori, az úgy indult, hogy csak homlokra lehet írni a másiknak, tehát ugye az első éves gólyának a homlokát összefirkálták, ezt túl gondolta kicsit hét amerikai focista fiú, mert levetköztették a gólyát, a fenekére írogattak, majd a filctollt még el is. Aha. Visszatették a kupakotartóba. Így van, kupakot. Egyébként nem tudom, hogy ezt észrevettétek-e, de hogy általában úgy szokott lenni, hogy bármit csinálnak, akár sűrített tej, akár kokain csíkszívás, akár filctollal összerajzolás, mindig mindenkit levetköztetnek. Tehát, Abszolút. Hogy ez egy ilyen standard eljárás. Az orvosnál, tudod, ez a kicsit kölyökszak, a vetköző le, ez régen ugye ez volt, még az internet még nem volt, akkor az orvosok így nem szórakoztak. Nem vagy az vetköző. Igen. Kettőcsből vagyunk. Tessék csak nyugodtan levetkőzni. Egyébként az jutott még eszembe ezzel az egész dolog a kapcsolatban, hogy már is felejtettem, mi jutott eszembe. Hogy te, amikor nem, hogy mindenfajta beavatás, nem, mindenfajta beavatás szerintem egy ilyen véresen tirpák dolog, tehát, hogy ez valami egészen kellemetlen. Hát, tudja a fene, tehát, hogy azért vagyunk őszintén. Ja, te pontosan... szeretted? Nem. Te voltál a kápó, nem? Üsd meg a tejet, üssed! Jó, a második évben már igen, de az elsőben még élvezte. Nekem az volt a nagy tragédiám, hogy ugye mondjuk minket olyan 13 óra után például a katonaságnál is leszereltek, amikor már én szivathattam volna másokat, akkor már mondták, hogy csá. Úgyhogy végig szívtam két időszakot, amikor pedig olyan pozícióba kerültem, egyébként én nem csináltam volna.
akkor már leszereltek minket, de amikor mi oda felkerültünk, akkor például nálunk tényleg úgy indult, hogy én megnyertem mondjuk a mosdót, zuhanyzót, WC-t, és aztán arra nem alkalmas eszközökkel ki kellett takarítanom, és hát ott egy hónapon keresztül ugye nem sok minden történt ilyen higiéniai vonalon, úgyhogy az elég kellemetlen volt, de szerintem ezek a beavatások, ezek abból a szempontból nagyon jók tudnak lenni. Na, kíváncsiak, milyen szempontból jó ez? Amikor János. Az ember például a haverjaival összejön, ugyanezeket a dolgokat csinálja, tehát hogyha nem megy el mondjuk a tényleg az irgalmatlan gyökér szivatásig, vagy az embertelenségig határáig ez a dolog, hanem csak arról van szó, hogy szivatjátok a másikat, és aztán pedig együtt röhögtök rajta egy jót, szerintem az simán nem belefér. Nagyon tudsz röhögni a másik oldalon. Én középiskolás élményeket tudok mondani. Tehát a lábat ujja között meggyújtott gyufán nem annyira nevetsz, mikor ráig a bőrön. Én sose voltam ilyennek kitéve, de azt hiszem, hogy nem is ment. Tehát nincs az a társaság. Figyelj, a konkrétan azt néztem végig, jó, mert bekerülnek oda, hogy lakkal itattatok át, vagy hívják okat, pipere vattákat, és nem csináltunk semmit. Együtt nevettetek. Nem, figyelj. Vagy próbáltak, de vicces vagy. Nem, tehát az történik, hogyha ugye végignéztem ezt az egészet, hogy mi történik külső szemmel, és az történik, hogy vannak ennek a bulinak a szervezői, biztos vannak kivételek, és ne haragudjon, hogy ezt mondom, de hogy sok ilyen kajla, béna, nőhöz nem jutott ember, akiknek van egy napja, hogy leitasson több száz szüzet, játékos keretek között levetkőztessen több száz szüzet, és a félájult egyébként már ruhátlan nőkre meg rá lehet menni. És ezt így végignéztem, hogy ezek az tehát hogy tulajdonképpen mintha ez lenne a hátterében, és szerintem nem állok túl messze a valóságtól, és miközben ugye ez egyetemi gólyatábor, hát okos emberek lesznek majd ezekből, és hát érted, az egész annyira kellemetlenül gáz, hogy nem tudok mit mondani. Igen, több hakni nem pedig... lesz gólyatáborban, több hakni nem lesz, azt tudod. Hát nem érdekel, hogy... hát most ez figyelj, ez a véleményem, tessék. Lőjétek a sűrített tejet, ez a véleményem. Meg a picit álságos egyébként itt a kis előadás árnak ezzel kapcsolatban, mert hogy egyébként meg volt ott valaki a kenosorsolásról, egy érett komoly műsorvezető, aki utána ápolni tudta ezeket a lelki sérülteket. De most tudom, hogy még hallgatják fiatalok is, de az, amikor ennek az egész játéknak az a vége, hogy a kislány fekszik az ágyon, mögötte iparkodik a buli egyik szervezője, úgy, hogy a kislánynak a két fülére föl van akasztva a gazdaságos nejlonszatyor, hogy abba jöjjön a róka, miközben tusakodás történik. Hát tehát mondjuk neked van lányod, ugye? Igen. Na, hát én a küld el abba a gólyatáborra. Jó, nyilván szerintem nem szeretnénk, hogyha mi lányaink mondjuk lennének ezzel amikor az zacskos történet. Meg mi a madaras tecsót preferáljuk. Na, nincsenek nálunk ilyen tecsószak. Itt a tecsószak. Amikor te ide bementél és ezt megláttad, akkor mit mondtál, srácok, nem már, vagy az jó szórakozás? Nem, azt mondtad, hogy én is. Egy oda egy kicsit. Az asztalra csaptam, mert volt rajta tubus. Nem, hát nem csináltam semmit, hát csodálkoztam. Mi van még durva passzívan. Ilyen beavatás? Hát. Vagy melyik a durvább, a katonaság, bár az most már ugye nincsen, csak ilyen, már hogy van, de a sorkatonaság nincsen, vagy a középiskolás. A hivatásosokról nem tudok, hogy ők nagyon beavatnák egymást. Hát lehetett hallani mindenféle szakmák kapcsán ilyen nagyon durva beavatásokat, ugye pár évvel ezelőtt pont a tűzoltók kerültek mondjuk így fókuszba ebből a szempontból, akik aztán nyilván ki is kérték maguknak. Az is egy túlkapás volt. Igen, valaki túl gondolta a beavatási bulit. Igen, nagyon, nagyon sok lájkos szelfit akart készíteni a netre, de hogyha belegondolunk abba, hogy és hogyha mondjuk küzdősportoltatok, vagy csináltatok valami hasonlót, ott állandóak. Tehát, hogy ott nincsen olyan cselgáncs klub, nincsen olyan birkózó klub, vagy nincsen olyan karate klub, vagy ilyesmi, ahol ne lenne, de most a finom formáját mondom, tehát nem azt mondom, hogy hogy valaki tényleg sírásig, zokogásig, de hát ez a másiknak a izével, a strandpapucsal való kiosztása. Én tudtam ilyen helyre járni edzeni, és összevertük egymást minden edzésen, de egyébként nem volt beavatás. Jó, de az jazz lett volt. Ez igaz. Tűzoknyában nyomtad. És 5 éveseket kellett megvenni. Nem, de például itt van egy, tessék, tornasorm elméret szerint. Amerikai iskolában. Megalázó, hát szerencsétlen lány. És állnak a lányok, és akkor, na jó, te, te menj hátra, hát te hogy? Tök kellemetlen. Ó, magácska álljon. Csak cici, gyere előre. Igen. És kassa, akkor... menjen előre. De szemét. Szóval, hogy mindenféle módon megalázó szerintem a történet, akárhonnan is nézed, úgyhogy én se tudok vele. Én ugyanaz mondom, amit te, amikor mi középiskolások voltunk, velünk elsőben mindent végigcsináltattak, de az összes ilyen, hát igen. Ilyen rettenetet, és aztán másodikban mi annyira intelligensek voltunk, hogy a dupláját. Nem, semmit nem csináltam. Valahogy nekem nem volt hozzá kedvem. Nem, mert biztos, hogy van ennek egy vicces formája, csak azon valahogy úgy átsiklik mindenki, és elkezdi rögtön az ordinárét. Egyébként meg a katonaságról azt gondolom, hogy azért nem egy elkerülhető dolog. Tehát, hogy ott nem tudsz mit csinálni, ugye?
ez az utóbbi az elkerülhető lenne. Tehát ha bekerülsz a katonaság közé, és azt mondja neked a bőzé, hogy most mossál föl, az is olyan munka, és fölmosat veled, na és akkor mi van? Most fölmostál, kitakarítottad a mellékhelyiséget. Hát azért fogkeféjével a kampisot hívják ott. Nem láttál még olyan mellékhelyiséget. Jó, de azt mondom, hogy mondjuk megalázó munkát végeztetnek veled, akkor itt rögtön felmerül a kérdés, hogy most tulajdonképpen aki ezt hivatásszerűen űzi, mert van, aki ezt hivatásszerűen csinálja, mégse érzi megaláznak, ez a munkája, jó napot kérlek. Jó, nem fogkefével csinálja, de attól, az egy munka, mondjuk azt, hogy olyan munkát végeztetnek veled, amit te nem szeretsz. Jó, de utána volt fogmosás is. Igen. Tényleg? Na, visszaszívtam minden. Akkor a hallgatók viszont írhatnak, hogy akár gólyatábor, akár középiskola, akár katonaság, akár ilyen munkahelyi beavatás, ha van valakinél, akkor kíváncsiak vagyunk rá, 0-6-76-45-0-0-0-0, ugyanezen a számon lehet jelentkezni Óven bácsira és Beru nénére. 7:58 jövünk a hírek után. Egy lendületes Fábián Juli. Komolyan mondom. Imádom a nőt, úgy énekel, mint egy ismerős zseniális. Zsül, remek választás zseniális volt ez a dal, tényleg 3-4-8, kicsit visszabó Miskolós kamionsofőrök, tehát marha nagy választás, nem tudom, tudunk-e még ennél lejjebb. Tudunk lejjebb. Ez egy nagyon jó kis nóta, egyébként megtanítja az embereket arra, hogy komolyan vegyék azokat a táblákat, amiket látnak az útszínén, például a 40-es korlátozás. Odafigyelj! Az Áron olyan a Morning Show-nak, mint másoknak a Lotto 5-ös. Bármikor bejöhet. Ez jó! Kicsit féltem az elején, de fölhúzta az orrát. Köszönöm. Dehogyis, nem. Már a zuhanógépre gondoltam. Aranyosan szeretnek téged. Beavatási szertartásokról kezdtünk beszélgetni, mert jött Amerikából egy lista, ami egyébként brutális dolgokat tartalmaz, és aztán rájöttünk, hogy hát gyakorlatilag itthon is vannak ugyanilyen jellegű műintézmények, például a gólyatáborok, ahonnan Áronnak vannak személyes élményei is. Illetve most már innen a Morning Show-ból is meg két megszólás között megkanalaztuk. Egyébként lehetne nekünk is egy valami beavatási szertartás, nem? Egyébként ott a beavatás, hát például a kanalazásnál nem az a kellemetlen. Az mi a kanalazás? A kanalazás, amikor négyen lefognak, a négy végtagodat, meg mondjuk esetleg egy vállalkozó szellem ötödik az ötödik végtagodat, lemesztelenítik a hasadat, utána pedig előveszik az OLP-t, ezt a, hogy hívják ott, a kanálgépet, és szépen kérszik, és picit bevizezik előtte a hasikádat, és elkezdik vele így paskolni. És na várj, rettenetesen kellemetlen tud lenni. De hát az onnantól, hogy ötödik lefognak, már az kellemetlen. Ha mondjuk ezt magadnak csinálod, mert éppen a feleséged megkanalazom magam. Ez gyakran előfordul. Persze, hát az ember már minden előpróbálja feldobni magát. Egy idő után, hosszú házása után. Tudsz mesélni. Hogy le tudnék órákig, de még korán. De most már a merőkanálnál tart. Tehát, hogy ennek is vannak ilyen fokozatai. Hogy ebben az a kellemetlen, hogy az a kiszolgáltatott érzés, hogy kapaszkodik négy pasi a karjaidba, és nem fogod tudni, hogy mi fog történni. Igazából nem olyan, amikor már vége van, akkor azt mondod, hát ez nem is olyan nagy durranás, de hogy abban a pillanatban, amikor így markolnak, fognak, feszítenek, és tudod, és menekülnél. Hagy menekülnél, így van, a kiszolgáltatottság benne a kellemetlen, nem a kanalazás. Világos, de hagy mondjak egy jó példát az ilyen szivatásokra, mert ezen mondjuk nagyon röhögtem, és ez vicces is szerintem. Az ilyen desszantos kiképzés, nem tudom a pontos nevét, de az annyi, hogy leakasztják az ajtót négyen, megfogják az ajtót, leteszik a földhöz 30 centire, és föl kell rá állni a beavatottnak, úgyhogy bekötik a szemét. És ugye nem lát semmit, áll ezen a billegő ajtón, és azt mondja a négy ember, aki fogja az ajtót, jó van, emeld, oké, fönn van már, tartsad már, és elkezdik úgy mozgatni, mintha emelnék. A bekötött szemű ember az megvarol a győződ, hogy most felemelték két méter magasra. Holott ugyanott van 20 centire a földtől, és utána van egy őrmester, vagy izékkal, hogy valamit beült, hogy mit tudom. Ugrás! És azokat az ugrásokat, tehát azt mondjuk, hogy olyanokat ugranak az emberek, hogy sírnak, tehát azon meg lehet szakadni, és egy 20 centis huppan az ember, de közben úgy néz ki, mint hogyha levetette volna magát a szakadékba, és hát nagyokat esnek, gurulnak, de hát 20 centiről, tehát senkinek nem esik baj, és óriás röhögés a vége. Tehát erre azt mondom, hogy ez még szellemes is. Tehát ilyen beavatáson azt mondom, hogy ez tényleg szórakoztató. És vagy van ennél viccesebb? Nekem a nagy kedvencem az a bobozás volt, azt soha nem felejtem el. A bobozáshoz kell négy ember. Megérkezik Bob? Az ötödik, igen. Meg kell hozzá egy ötödik, és az ötödikre, mindegyik végtagjára, egészen konkrétan a két térdre, a két könyökre, és ugye a fejre, hogy a biztonság is meglegyen, rohamsisakokat raknak, és a felultrázott hosszún az embert nekifutásból végig csúsztatják. Iszonyatos sebességet lehet vele elérni, és hihetetlenül vicces, hogyha a folyosó másikig nem egy üveges ajtó van. Nálatok ezek szerint az volt. Az is, de egyébként iszonyatosan vicces. Tehát, hogy ott tényleg mindenki röhög és sír. De az is, akit bomboztatnak? Az is, dehogy nem. Az nem nagyon vicces, egészen addig, amíg fel nem jön az üti.
az ügyelet estén. Na, szóval van ennek, igen. Na, itt van egy kevéssé vicces. Középsuliba, a koliban a lányok azzal szórakoztak, hogy egy pohárba összeöntöttek mindenféle tisztítószert, ami csak az eszükbe jut, és az egyik osztálytársunkkal megitatták álmában. Na? Nem, az, ez nem vicces, egy elég ugye? Sötét ez a nem vicces. Két napig beteg volt, rossz volt ránézni, de szerencsére ez gáz. De ez mondjuk, amikor látod, hogy az elaludt csapattársakkal miket csinálnak, a neten vannak ilyen képek, hogy a picit ájultra szórakozó, magát ájultra szórakozó emberek másnap hogyan ébrednek, alkoholos viccekkel miket rajzolnak rá, meg mit, az mondjuk megint vicces, tehát arra megint azt tudom mondani, hogy azon tudok röhögni, ahogy ilyen, mit tudom én, ezeket finoman úgy kidekorálják az alvó ember. Tehát, ugye? Igen. Tehát, hogy arról azt lehet, aki kiütötte magát előző este. Persze, minek ment oda, minek iratkozott be abba a klubba, és minek vetette föl magát abba az iskolába, ahol ilyen emberek jár. Ismerek egy motoros társaságot, ahol az van, hogy minden ilyen táborozás során kiosztják a homlokrépát, itt talán finom lesz, homlokrépa, azzal, hogy aki legelőször elalszik, nem vettem részt ezen, csak mesélték, hála Istennek. 8-10 perc. Tehát nem szabad legelőször elaludni, mert aki legelőször elalszik, a mögé odáll egy csapattárs, a homlokára helyeznek valamit, és lefotózzák. Helyezik a répát, tehát, hogy oda lógatják, és lefotózzák, és másnap így megmutatják neki, hogy na, te lettél a homlokrépa győztese, és hogy ezt így mindig játszik, és nem mernek elaludni, és ez egy ilyen, hát ez is olyan barátok közti kis mulatsága, homlokrépa. Tehát, ha mi egy motoros társaságban járnánk véletlenül, mondjuk így hárman, én egyik őtök répáját se akarnám a homlokomra. Nem aludnál el? Hát ezért, hogy mulatni kell, de, amíg bírod, mert jó, különben megkapod a homlokrépát. De nem csinálunk inkább jó bulit, amiben nem alszol el? Hogy... Bocsánat. Tehát a homlokrépa miatt nem elaludni. Hát most én szeretlek benneteket, de a répátokat nem akarom a homlokomra. Azért biztos örülnél fotónak. Mondjuk, hogyha többiek nem jönnének el, és csak Áron lenne őt, akkor is megcsinálnál vele. Na, elaludtam. Igen, na, meglepetés. Azt mondja, hogy szerelő soron szokás az újoncokat elküldeni kanyarfúróért. Jó, hát ezt ugye régi ismerjük. Békesebben az egyik középiskolában 12 gólya került kórházba gólyabál közben az avatás alatt. Gyönyörű. Tavaly, tehát az egy túl jól sikerült. Amikor a 30 ikus öreg katona nekiáll beavatni, az minden volt, csak nem kultúrát szórakozás. Hát igen, igen. Írja az egyik hallgatónk. Lépcsőforduló felmosás lentről felfelé, négy kéz láb, de fejjel lefelé. Ezt se tudom képzelni. Mész fölfelé a lépcsőn, de a fenekeddel vagy föl. Tolatsz, és úgy kell felmosnod. Az kellemetlen. Ajaj. A középiskolai gólyatábori élmény, és ez egyébként jó élmény, legalábbis a hallgató szerint, egy lány mellei közül csokit kellett enni, egy mély dekoltázsú passzos felső volt 14 évesen. Az egy sanyarú a sorsa, mi? Hát ez mondjuk a jobbik eset, 14 éves, azt megélni, hát na. És akkor még egy vélemény, a katonaságnál minden hátrányos helyzetű messziről jött kisebbségi komplexussal megáldott gyökér hatalomra éhezett, és ha kapott, akkor ki is használta. Ha? Bocsánat, és közben hát vannak itt szakértők, mert hogy kiderült, hogy ez nem homlokrépa, én sem homlokrépának ismerem, csak ugye ez a finomított rádiós változat, de hogy ezt általában pulykának hívják, hogy megpulykázzák. Megpulykázás. Nem az egy női klub. Ezt csomóan ismerik. Hát most itt, én azt hittem, hogy ezt azok az elmebetegek találták ki, akikkel én egyébként jóban vagyok, de közösen még nem motoroztunk, hál' Istennek, de akkor ezek szerint a pulykázás ez egy ilyen alapszórakozás. Igen, de bocsánat, a pulykázás, én most már tovább olvastam a témakörben, tehát ott nem a répát... Van olyan pulykázás Wikipédián föl van? Nem a répát teszed a homlokra, hanem zacsit az orra. Azt már továbban gondolva, elég rendesen. És ott egyéb szervek is odaérnek, akárhogy is nézed. Azt a mindenit. Ajjaj. Na. Na jó, ha hívnátok a motoros haverjaiddal, sajnos nem érek rá. De köszönjük szépen, most pedig rányítunk Óven bácsira és Beru nénire. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Feri, te jobban vagy a búzasanyjal, és úgy tudom, hogy ő elég sokat motorozik. Kérd már el a fotót megnézni. Az a baj, hogy Sanyi nagyon nagy parti arc, illetve nem baj, ő nagyon nagy parti arc, tehát soha nem alszik el elsőre, ezért mindig ő a pulykázó, nem a pulykázott. Jó, akkor
majd az Elusza Johnny-tól kérjük el a pulykázós képét, a Sanyin. Hány ilyen fotót kering ilyen baráti körökben? Én biztos vagyok benne egyébként, hogy van ilyen valamilyen kis belterjes oldal, vagy a, mit tudom én, vagy a Facebookon ilyen zárt közösség, ahol ezek az albumok hozzáférhetők azok számára, akik tagok. Na, egyért kéne feltörni. Na, tudod mi, ha az egyszer fönn van, az örökre ott is marad. Ezzel ez a baj a pulykázós fotóval. Ági, a dunaújvárosi pultosoknál van-e beavatási szertartás? Szia! Jó reggelt, sziasztok! Hát igazából nekem a munkahelyemen nem volt ilyen beavatás, nekem a családomnál volt egy beavatás 2 évvel ezelőtt karácsonykor. Én főztem 20 emberre a karácsonyi ebédet, és hogy hát kellemetlenül érezzem magam, elsózták úgy csak az én ételemet, hogy iszonyatosan kellemetlenül éreztem magam. Tehát te főztél, mindenki szedett belőle, de a tiédet, amikor neked kiszedték, nagyon megsózták, hogy azt hitt, hogy mindenki itt tönkre vágtad. Igen. De jó fej a családod! És mit mondott anyukát, hogy ezt azért csinálta, hogy mit én mostantól kezdve tényleg a lánya, vagy mi a beavatás? Hát igazából ezt csak azért csinálták, hogy nagyon jót nevessenek rajtam, sikerült. Pulyka nem került az asztalra? Nem igazából. Nem szeretjük, nem köszönjük, csak a csirke vagy a marha. Nem mutatták meg a képet. Egyedül vagy most? Igen. Dolgozol vagy otthon? Dolgozom. Nincs forgalom a boltban, valaki menjen már be hozzád, vegyen egy kiló kenyeret, meg 10 dek a parizert. Kocsma. Ja, hogy ez kocsma. Aha. Igen. Akkor vegyen egy kiflét, egy csavaros. Jó, hát 7:54 van, hát azért a szakiknak már ott kéne lenni, nem? 6-tól. De 6-tól. Hát hogy van ez? Mi a legkurrensebb termékost egyébként egy kocsmába? Ezek a kimérős borok, ezek még mennek? Hát mennek, de igazából ebből is a folyóbor. Na, csak folyóbor, már régen az voltam. Aha, folyóbor. Igen. Folyóbor. Folyóbor, olcsó sör. Kis kevert. Igen. Na, Ági, akkor megmutatjuk, hogy mit csinálnak Óven bácsiék és Beru néniék. Hát, pulykázáshoz készülő. De igen, és aki csendben van, az már, annak már vége. Jó, hát valami, a parti hangulat az van felírva, ha ez a parti hangulat, akkor én nem szeretnék itt lenni, visszafogott beszélgetős. Igen, egy kb. Egy kasszatibi klub koncert. Tegnap volt, nagyon nagy siker. És még jön is. Én tegnap egyébként elgondolkodtam rajta, hogy lemegyek, de aztán kivettem a fejemből a gondolatot. És egészen gyorsan, mi is röviden. Na, meghallgatjuk akkor, mit énekelnek. Jó, hát már, hagyjál már. Na, nem mindenkinek, ahogy látom. Ez szerintem nem az a variációm, de az kizárólag. Meghallgathatnánk ezt még egyszer? Meg, persze. Biztos vagyok benne, hogy ezt dúdolta vár valaki ott lent, nálad egy feles mellett. Na, az áron is nagyon nagyon. Nem, nekem van erre egy variációm, de én nem hiszem, hogy az lenne a feladva, egy kizárt dolog. Mi? Mire gondolsz? Én is igazából a paródiára hajlok sajnos. Ha mutatunk egy hosszabbat, kiugrott a sapka, már úgyse kell, meleg van. Hát ez pedig az, amire én gondolom. Bizony, nagyon baba kis szám. Ilyen régi dalokkal jöttök elő. És van új is, persze. Régi. Azt a mindenet, nem könnyű. Már elfogytak a modernek, meg hallják minden nap, többször is. Hú, hát nem tudom. Igazából a nyelvem van, de nem tudom, sajnos. Ha valamit mondjál. Magyar vagy külföldi szerinted? Magyar, nagyon. Na, közelítünk. Mérges leszel magadra? Nagyon. Esetleg mondjuk, ha nagyon mérges, ez biztos. Annyit elárulunk, hogy nem egy alaktalan férfiről szól. Tehát nem egy alaktalan férfi, hanem... Hanem egy? Hanem mi lehet, aki nem egy alaktalan férfi? Alakos kutya. Megmutatjuk. Igen, tényleg jó, és tényleg mérges vagyok magam. Látod? Az a baj, hogy a paródia járt az ember folyamatosan. Hát, egy bújkázás, ezért kiáll. Ezért kiáll. Jaj, Ági, sajnálom. Sajnálom. Hát én is sajnálom. Jó forgalmat kívánunk akkor, igyanak sokan nálad, és adjanak nagy borravalót, ez most nem jött össze, jó? A kulturáltságok a fogalmán belül. Köszönjük, szia. 2 perc múlva lesz 8 óra, a hírek után mit hallgatunk meg, Áron? Hát én azt gondoltam tényleg, hogy... Ha már a pulykázást megismertük 8 előtt. Nem, mi jön 8 után? Még? Hát, hogyha fölfelé akarunk menni, akkor csak egy káosz központdal jöhet.
Ha lefelé, akkor nagyon sok minden csak tudok. Csak fölfelé. Hát akkor az legyen. Ez új dal a Káosz Központtól, vagy hát egy viszonylagos? Sokaknak, mert egy csomó embert nem érdekelt, és most... Így van, igen, abszolút. Jani gonoszsága mögött azért komoly tartalom is van, tehát új lesz, mert jó, ez egyébként ez nyilván újszülöttnek minden vicc. Lebeszéltem egyébként Áront, csak a hallgató kedvéért mondom, lebeszéltem Áront egy lassú nótáról, mert tudom, hogy ha lassú nótát hallgatunk, akkor mindig érzelmessé válik, és azért nem akartam ez kitenni igaz. Magamat annak a látványon, aki korán reggel itt keringőznek fel. Ez igaz. És a tenyakadba borulva sírok. De ezt ne így képzeljék a kedves hallgatók, hogy úgy történt, hogy figyelj Áron, ez egy lassú dal, és ez így történt, hogy nem már ezt a szart. Ez igen. Jó, akkor valami gyors szart. Jó. Ez egy őszinte műsor, úgyhogy a Káosz Központ érkezik 8 óra után, meg mi is. 3 perc múlva lesz 4:49, ma reggeli társműsorvezetőnk Kovács Áron. Hey! Hello! Hello Los Angeles! Itt van egy SMS rögtön. Kájó ez a zene, Áron, csak kár, hogy énekez benne. Ezt, hogy olyan mi? Is van, hogy milyen jó az új bódigusti szám. Vásári Andréhoz is hasonlítanak, illetve Jani, a Bojtorián mióta van a repertoárban? Én nagyon szeretem egyébként, amikor az Áron énekel. Engem sokkal jobban szórakoztat, mint amikor azt mondja, hogy és közjegyzőnket kérdezem. Tipikus tini lányok bugyjára vadászó dal. Hát nyilván, hát mi más? Hát most hova vadászunk? Hát miért férfi alsókra? Hát ki az, aki másért fog hangszert életében, mint hogy tini lányok bugyjához vezető útat sejti benne? Hát ez vannak még, egyébként állítólag vannak még egyéb motivációk mi? Is. Például az az elkifejezés, hogy elmondja azt a gondolatot, ami neki a fejében van. Hát de ez együtt jár. Ja, hogy neked csak ez van. Hát nyilván. Én ne haragudj, én életem második, nem is tudom, meséljek erről. Persze. Hát ez úgy volt, hogy én nagyon szerelmes típus vagyok, és voltam is mindig, és az első szerelmem engem elhagyott, és ez úgy megviselt, hogy tántorogtam hazátlanul, és álmatlanul, és nem tudom mi, és nem tudtam elképzelni, hogy lehet úgy valakivel és aztán hazamentél, és kiülteted a szíved a feleségednek. Várjál! Ez még időszámításunk előtti történet. Nem, hát ez ilyen 18, 17, aha, mondjuk 17, és már túl voltam az első nagy csalódáson, és nem a családáson voltam túl, hanem a csalódáson, és nem tudtam elképzelni én még harmatos lélekkel, hogy lehet úgy valakivel ágyba bújni, hogy nincsenek ilyen nagyon nagy érzelmek. Aha, tehát ez csak a szex. Igen, és akkor az egészen addig tartott, amíg nem ismerkedtem meg véletlenül egy ilyen magányos éjszakán egy dunaújvárosi striptease táncos nővel. Ne kérdezzétek, hogy de. Nagyon jó hangzik. És megbeszéltem vele, ott lejött a színpadról, nagyon csinos lány volt, ugye, hát meg nem volt zsákba macska, mert hogy a show része volt az, hogy ő levetkőzik, és mondtam, hogy akkor másnap találkoznánk-e a Dunaparton, persze. Mondta, hogy most igen. Mondta, hogy igen, hát láttad, hogy nagyon szomorú fiatalember vagyok. Miről ismersz meg? Ne szavisnyába leszek. Lesz rajtam ruha, nem, mert úgy nem foglak felismerni. És hát akkor én még ilyen harmatos lelkű voltam, mondom, Skoda százas gépjárművel, nem tudom mondani, ez nekem van, kopoltyús autó, és a csomagtartából kivettem a gitárt, és a Dunaparton elkezdtem neki saját dalokat játszani. Jézusom, de hova nagyon komoly volt, és 3-4 óra után így hallgatott, mondom, figyelj, van még egy, az egy fiúról szól, és akkor figyelj, várjál, mielőtt, te jó. Ne menj el! 16 tonnát nyomsz, és menj el. Nem, és akkor ennyit kérdezett, így rám nézett, végighallgatott, 3-4 órán keresztül hallgatott, és a végén annyit kérdezett, hogy te figyelj. Dugni is fog. Nem dugunk. És akkor óriási. 17-től is annyit tudtam mondani, hogy hogy nem. Fogtam, beraktam a gitárt. Azt hittem, soha nem kérdezett meg. Beraktam a csomagtartót, hogy menjünk. Úgyhogy, és akkor utána egy új, hogy mondjam, megnyílt előttem egy új világ. Egy új dimenzió. Egy új dimenzió, úgyhogy ezt egy dunaújvárosi lánynak köszönhetem. Úgyhogy, na mindegy. Ezután is köszönjük. Mások vittek rossz utakra engem, na ennyi. Nagy dimenziót nyitott. De hogy ott is gitároztam, én ott is a érted, ott is az volt bennem. Nem érdekel a gitározás, nagy volt a műsor, vagy... Hát nagyon durva volt, mert egyből, hát épp hogy nem bilincselt a radiátorhoz. Tehát, hogy ott olyat kaptam, hogy ismered azt, amikor mész hazafelé kocsival, és akkor ilyen iszonyatos, ilyen tágra meredt szemekkel. Biztos, mi voltunk azok. South Parkban egy tizét, most nem tudom, amikor először a hátadhoz szappanos vízér, akkor úgy rájössz, hogy tulajdonképpen kisebb ilyen sárkány motivumot sikerült belehelyezni körömmel. Na mindegy, de jó, hát érdekes élmény volt. De védekeztél. Már úgy értem, hogy nem adtad meg neki a telefonszámot. A végén már sírtam is, hogy ne bántson. Nem, hogy védekeztem. Hogy és van még egy dalom, azt elénekelni, csak hagyd végén. Esetleg egy dal. Igen, hát ott rájöttem, hogy a zene ereje. Ja, a zene ereje semmit nem ért volna, ha ő ezt nem dobja be. Akkor szerintem még most is ott gitározol a parton. Nem tudom, én úgy érzem, hogy az a 3-4 órás gitárjáték, az kellett ehhez a célba éréshez. 19. kerület, Hunyadi utca, Trafipax, 3-as karambol a Soroksári úton, határút sarok, a benzinkútnál Vityamen írta nekünk, Trafi Szürke Oktáviából, Hevesen Jászapáti irányából, vigyázzatok, LPL, és hát még rengeteg, de tényleg rengeteg dicsérő SMS a Káosz Központ előbb hallott dalára. Ne nézz most rá az SMS falra, hagyjuk.
Fikázzák nagyon. Egyébként most, hogy elmondtad ezt a sztorit, és egy picit erről elkezdtünk beszélni, arra gondolok, hogy egyébként más zenei műfajokban is így megy. Tehát például mondjuk Yehudi Menuhin is azért kezdett el annak idején foglalkozni komoly zenével, hogy minél több csállós lányt levarhasson. Fia, azt nem tudom, hogy, hogy mondjuk ezért kezdte el. De Kocsi az... Zoltánról tudom, de azt az nem tudom, hogy, hogy, hogy de az biztos, hogy az első pár alkalommal, amikor ezt megmutatja, fogja érezni a hatását. Tehát lehet, hogy nem azért kezdi el, de már aki hangszert ragad életében, az fogja a környezetén érezni, hogy ez működik. Tehát most... akkor azt akarod ezzel mondani, hogy Yehudi Menuhinnak a jövőbeni terveiben is benne volt egy kis közös gyantázás. A vonónak a gyantázás. Van egy csomó közérdekű információ. Feri, megyek Gyulára. Nem kell neked valami új kígyósról, mert akkor be tudok ugrani, és fel tudom neked vinni Pestre egy állandó hallgató Atesz. Milyen tündér? Annyira jó fej. Atesz, ha anyámat fölhoznád, nem láttam most már egy hónapja. Szerintem ez egy tök korrekt. És ha már arra jársz, és van laktózmentes tej, egy ötös. Akkor azt is, figyelj, Atesz, én teljesen oda vagyok, ez nagyon-nagyon rendes. Van egy másik, sziasztok, segítségeteket szeretném kérni, hogy mondjátok be, légy, hogy elszökött egy póniló Dunavecsén az 51-es út mellett. Ha valaki látta, vagy tud valamit, akkor jelezzen, köszi. A pónival vigyázni kell, mert csipkelődő. De hogy tűnik el egy póniló? Kicsi. Annyira kicsi? Kicsi, ez nagyon kicsi. Tartóban. És az van egyébként, hogy, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ha például figyelj, mert te is tanulhatsz, azért még ebben a korban is lehet. Köszönöm. Minél távolabbra kerül tőled egy póniló, annál kisebb. Ez és mivel kisebb, mint egy átlagos ló, sokkal hamarabb tűnik el a távolban. Aha, tehát hogy egy nagy ló, az így ugye van. Hosszabb ideig tűnik el. Tehát egy nagy ló még viszonylag távolról is ló, de egy póniló már nem. És tudod, mi az érdekes benne, hogy a föld görbülete miatt például, még ha látnád is, akkor egy idő után érted, ő annyira kicsi, hogy nem látod. Igen. Megőrülök. Bizony, ha elég távolra jut, akkor azt hiszed, hogy csak egy pónilónak a feje van ott. Nem is egy egész póniló. És azért meg nem mész, hát egy levágott póni fejjel, miért harcot kezdjél. Ez minden reggel így van? Ne, ez most nem, a beteg nem, rész. Nem, csak okay. Amikor felvetik a pónilóak. Na, Józsi van itt velünk. Szia, Józsi! Anna! Elmenekült. Józsi a póniló, mert akartunk segíteni, hogy hogy tűnt el. A póni, illetve hogy hány van neki, és most ez most pont miért hiányzik. Bár nyilván, ha van 10 pónid, akkor is hiányzik. Hát de miért ne csavaroghatnál egy póni, nem? Hát meg lehet fog, hogy lehet fog megfogni egy pónit? A répával. Répával? Ja igen, pulykázással. Nem, a ló szereti a répát, vagy almával. De meglasszózod, vagy de most komolyan nem, mondanak, hogy gyere ide. Aha. Ez lehet. Póni, he. Józsi, jó reggelt, szia! Jó reggelt, kívánok! Írtad nekünk, hogy eltűnt az egyik pónid. Igen, eltűnt az unokámnak a kis pónia. Ó, de kár érte, szegény. És hasas. Ez a legnagyobb vég, hogy baj, még nem is baj, hanem a kár. Hát szerintem itt a Dunavecsei tanyáról ment el, és itt ilyen szarszemáton. Aha, de az lehet, hogy mondjuk megállt egy autó, és befér egy póni, egy csomagtartó? Aha, és berakták az anyós ülésre. Azért nem hát most csak gondolkodom, hogy hát, ha ellopták. De ilyen kicsi ló, ilyen kisebb terautóban befér. Na tessék. És hogy néz ki? Mert mondjuk szerintem, hogyha valahol látnak egy póni, barna. Gyönyörű, szép barna. Barna, egy ilyen 100 magas. 100 magas? Körülbelül 100 centiméter. Annyi magas. Igen. Mi a neve? Szólítjátok őt valahogy? Bogi. Hiszen lány ló, ugye tudjuk, hogy vemes. Lány ló, hasas, igen. Hasas, benne van már kis csikó. Megőrülök. Figyelj, hát ilyen korban egy stressz egy póninál, az tényleg rossz. Nem lehet, hogy apás szülést szeretne, és akkor úgy most keresi az... A fater. Lehet, igen. Nincs nálatok az apuka? Már hogy a lóapuka, ugye, vagy a póniapuka. Aha. És mivel lehet egyébként őt befogni, vagy odaédesgetni, vagy ki, ha megkínálják valamivel, oda megy? Jámbor, uram, meg lehet fogni. Jó. Aha. Hát csak mit csinálsz vele? Hát hány kiló egy ilyen póni? Mi az, hogy mit csinálsz? Megfogod, hát, megkötöd? Hát ölve nem tudod venni, mit húzod magad utána a sörényénél? Vezetni lehet. Aha. Jó, ha valaki ír nekünk, akkor még egyszer. Itt a környékben szabadszállás volt, aha, tehát Dunavecse, 51-es út, ez igen, a igen, igen. Jó, ha igen, valaki igen. Lát egy bogén, lassítson. Jó, fölhívunk, hogyha van valami, jó? Szerintem az ország azon része keresi a pónidat, szia. Köszönöm, zárom. Köszönjük, szevasz, szia. Hát nem tudom, a SMS-ekből kiindulva csodás reggelünk lesz.
Láma tartja rettegésben Csabrendek lakosságát, de komolyan. Sauna Zoli, azonnal hívjuk fel Zoli, gyerekek, bepirosoztam. Jó? Csörögjük rá Zolira, kérdezzük meg, hát ha, csak még nem láttak a pónit. Na de most valójában miért, az most nem el, ott nem lehet, hogy egy Láma Károlyról van szó, aki egy elmebeteg. És... Mindegy, azt is megfűtöm. Okay. De most, amit én fölvetettem, az nem lehetséges, hogy megyek arra személyautóval, látok egy pónit, és el akarom lopni, akkor mit én becsalogatom a hátsó ülésre? Nem fél el mit? A te hátsó ülésedben szerintem nem fér el, ha kis autóval mész. Igen, nekem nincs. De egy pónit nem fogsz berakni egy autóba. Az nem, kizárt dolog. Nem megy be? Almával nem. Se? De nem úgy, hát sehogy. Hát már szerintem egy olyan autóba se nagyon megy be egy póni, ami arra van kihegyezve, hogy pónit szállítson ott, és ott küzdenek vele többen, mire... Tehát egy lónak nem annyira jó érzés, amikor így bemegy egy ilyen zárt helységbe. Mit tudom én? Nem tudom. Azt gondolom, hogy ez így elég valószínűtlen. Aha. Ha csak nem a híres póni mafia tevékenykedik ott, de lámáiknál mi a helyzet? Na, lámáik, Zoli, jó reggelt, szia! Szabó Zoltán, szép jó reggelt, ezt szia. Teljesen komolyan írtam, a neten is fönt van a hír, egy állatsimogatóból szökött meg hosszótról, és a belvíz miatt nem tudják megfogni napok óta. Ja, akkor ez egy olyan láma, azt hittük, hogy egy dühöngő buddhista. Nem, egy állat? Egy dühöngő buddhista, nem, bár piros ruha nincs rajt. Aha. De felismerhető, tehát egy kicsit kilóg a természetes környezetéből. Te Csabrende ki vagy? Igen, mert igen? Nem ott élek, szüleim ott élnek, de... És ők látták, te láttad-e a lámát, Zoli? Ez nagyon fontos. Én nem láttam a lámát, csak a fotót láttam róla az interneten, meg szülők, meg ismerősök mesélték, hogy ott kóricál a határban, pár napja busz megállóban látták. De azt, de hogy írtad egyébként, hogy rettegésben tartja a környék, támadott már meg valakit? Még nem, de azért táplálkozik. Bármikor. Én már látom az Andy Vajna filmet magam előtt, hogy ilyen köd gomolyog egy város felé, és akkor... Legyen inkább mondjuk egy csehszlovák horrorfilm címe. Igen. A láma a lábból. Szóval Csabrendek és környékén, vadász. Hogyha valaki egy lámával találkozik, akkor az mindenképpen jelezze. Kiknek kell jelezni? Gondolom a polgárőröknek, vagy... Polgárőröknek. Nem tudom, hogy a rendőrség mennyire, mert ugye nekik engedély kell, hogy lőjenek. De ne lőjétek már le azt a lámát. Ne, persze nem kell, de altető lövedékkel is, hogyha hangának szóltok szerintem, hogy ott a környékbeli állatkertek valamelyikének, akkor szerintem az elég, nem kell a teket riasztani. Te és mi van akkor, hogyha hagyjátok ezt a lámát, ami egy növényevő állat, hagyjátok ott őt? Nem jó. De miért nem? Hát kit bánt azért, mert invazív faj. Tehát, hogy hogyha ő szabadon garázdálkodik a környéken, és például megtermékenyít egyéb fajokat is, akkor ősonos fajták pusztulhatnak ki miatta. Két pónit megcsinálja a láma? Nem mondjuk. Tudom, mert szerintem most így légvonalban mennyi a távolság Csabrendek és... És mi is, Budapest vagy? Nem, hol veszett el a pónit? Pónit? 51-es út, Duna, Varsány. Összehozzuk őket, és egy hibrid fajt csinálunk. Nem lehet, hogy ő az apuka? Igen, lehet, hogy ők ketten, hogy ő a lőcs. Egybe vannak. Ja, és hogy ő egymást keresik. Igen. Aha. Igen. Elképzel. Mit teszik a láma? Zoli, te tudod, mit teszik egy láma? Füvet? Hát alapvetően vega. Jobbára, amit talál igen. A termés megelészi. Úgy tudom, nem húsevő. Bízom benne, hogy ez egy nem. Tehát olyan... nem fogja fajta. Letépni iskolába induló gyerekek karját, ez a biztos. Akkor még miért nem fér el? Hát Csabrendeki, ha csak nincs benne mondjuk egy alma. Lába. Láma. Ja, a kezében. Nekem vissza a kisgyerek a kezébe az almát uzsonnára, és egyszer csak így félig egy láma szájában találja meg magát. Tessék vigyázni. Nyílt színen nincs ez zöldségfogyasztás most akkor. Zoli, köszönjük az információt, nem tudom, riasztjuk a fővárosi állat és növénykertet. Hanga hát, aki megy érte. Valami, tegyetek. Neki van trükkje erre, biztos. Ez egy okay. Jó, és nyugtasd meg az otthon maradottakat, hogy nincs baj. Rendben, szólok, hogy ti biztosítjátok így a van. Így van, területet. A láma ügyet. De a gyerekek felügyelet nélkül nem menjenek ki a fő utcára. A láma tartja rettegésben csak rendeket. Köszönjük, Zoli. Mi történik ebben az országban? Mindenki megbolondul választások előtt. Milyen színű a szeme, kérdezi a hallgató. De jó. Hát. Láma szeme, láma szeme. Hát igen, ezt már tudjuk. Na ez az egyetlen nagyon biztos pont, amit tudunk. Hogy sötétkék a szeme, a szőréről nem esett szó. És vigyázni kell egyébként. Nem írjuk fel a hangát, Zoli. Vagy Laci. A Zolit, nem? Rácsörgöm? Hát ki tud mondani? Hát, ha mire... valaki tudja, hogy a lámát hogy kell befogni, az csak... Szerintem érte. Egyébként most a polgárőrségnek a tagjai, a Csabrendeki polgárőrségnek a tagjai rátapadnak a hangszórókra. És hogyha a hang elmondja, hogy hogyan lehet oda csalogatni, hogy lehet védekezni ellene, mire számítottak, mire készültek fel. Nyilván már végignyálasztak a Wikipédia összes szócikkét ezzel a témával kapcsolatban, de szerintem egy igazi szakértő mondja el azt, hogy mit kell tenni egy lámak közeledése esetén, akkor szerintem annak a polgárőrök örülni fognak.
Kíváncsi, hogy van olyan szakértő Magyarországon, aki a láma eltűnés és befogása című dologról olyan túl sok érdekeset tudna mondani. Hát, mit kerítsd be? Vagy nem, mit csinálsz vele? A láma az köp, nem? Tehát, hogy az legrosszabb, amit lehet, hogy leköp. Hát, most beszéltünk ilyen beavatásokról, sűrítette és a többi. Hát, de most te akarsz láma egy láma köpettel a fejeden menni Csabrendek fő utcáján? Én egyáltalán. Hmm. Köszönöm a kérdést. De ha a láma szeret csulázni, akkor szerintem kell találni valakit, és húzzanak sorsot a polgárőrség tagjai közül, és egy ember áldozza be magát, hogy mondjuk egy negyed óráig 20 percig tartsa fel céltáblaként a lámát. Érted? Vagy az is jó, hogyha megharagszik valamelyik Csabrendeki lakosra a láma, elkezdi köpködni, és ő hátrál, és behátrál egy karámba. Az is jó. Érted? És akkor a láma megy, és köpköd. Én forgattam egy lámával reklámfilmet. De óriási lehetett. De komolyan, nyilván, és na, teljesen... Na, ezt a szeretét az életednek még nem ismerted. Ez a pulykázás előtt vagy után volt. Hát ez most az elmúlt évek. És a lényeg az, hogy teljesen vezethető, szelíd, nyugodt állat volt. Tehát, hogy most nem tudom, hogy ez direkt erre lett kitenyésztve a reklámfilmek céljára, hozták létre ezt a lámát, vagy hogy minden láma ilyen, de azért nem tudom, nagyon veszélyesnek. Tehát, nem tudom. Én a Csabrendeki vagány lennék, én azért megkísérelnék egy ilyen sörényragadást. Milyen volt a szeme a te lámádnak? Mély barna. Annyian írják. Mély barna, viszont ő beült a hátsó ülésre kérés nélkül. Tehát, hogy volt. Mi volt van? Tényleg. Idomított láma, ott beült hátra. Mit kellett csinálni? Letekerni az ablakot. De nem, neked a lámával. Szét kellett fújni a seggén a szőrt. És megpulykázni. Nagyon sokan írjátok még a gyulai kapcsolatunkat. Tényleg, Gyuri bácsit, aki minden egyes állat életében otthonosan mozog volt, már ugye ott aranycsakálunk volt, kengurunk, a gyulai híres gyulai kenguru, ami átszökött szerintem a románoktól, de már visszavitték. Ő lehetne még a mencsvár. Ebben a roppant bonyolult és szövevényes ügyben kell egy hős. Igen. Tehát vagy a hanga, vagy ő. Bizony. Jó? A hanga szerintem abból a szempontból jó volna lenne, hogy Gyuri bácsi valószínűleg csak a között döntene, hogy sörétes vagy golyós. Melyikkel tudja kinyírni. Mi az értékes a lámában? A szőre? A szőre. Ugye? A vikunya is azt hiszem, hogy ilyen lámafajta. Aha. Vagy valamelyik oldalág, és azt tudjuk, illetve én tudom, mert olvastam róla, meg Balázs mesélt, hogy a vikunya szőre nagyon drága. Na, meghallgattatott a kérésünk. Itt van velünk Hanga Zoli, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője. Szia, Zoli! Szervusztok! Jó reggel! Nem tudom, hogy hallottad-e a hírt, de Csabrendek község térségében, illetve talán a település mellett egy láma garázdálkodik. Hát a garázdálkodik az erősen idézőjes, mert nem tudjuk, hogy megtámadta valakit, vagy ha megtámadta, akkor nem hagyott belőle semmit. De nincs szemtanunk, nem tudják elmesélni. Zoli, aki telefonált nekünk, ő se látta, de van neki állítólag egy olyan rokona, ami túlélte a vérláma támadást, és ő beszámolt róla, hogy van egy láma. Mi a teendő ilyenkor? Hát először is ez kérdéses, hogy tényleg ott van-e a láma, mert azért Magyarországon kergettek már tigrist, meg fekete párducot is, ha jól emlékszem, a tigris megkovácsiba, a fekete párducot, meg valahol a hajdúságba, aztán sose lett semmi belőle, tehát, hogy az emberek tudnak úgy is látni különböző vadállatokat szabadon, hogy azok egyébként nincsenek is ott. Na de egy lámát mivel keverne össze, egy törött szarú kecskével? Hát miért egy fekete párducot, mivel vagy egy tigris, tehát, hogy ilyen kérdések akkor is fölmerülnek. Ettől függetlenül éppen lehetséges, mert Magyarországon azért lámák nem csak állatkertben vannak, nem nagyon elterjedt, de azért előfordulhat, hogy valaki hobbi állatként tartja. Nyilván bonyolultabb, mert például nehéz belegyömöszölni mondjuk egy akváriumba, meg ilyenek meg ott meg is hulladna. Ez nagyon jó meglátás volt. Már érdemes volt téged fölhívni. Na tételezzük fel. Csabrendeki visszafordult az akváriumban. Figyelj, nem lesz jó. Legyünk már rendesek, Zoli. Tényleg létezik a Csabrendeki láma. Akkor mi van? Hát olyan nagyon nagy drámát azért nem kell csapni el körül, mert ugye a láma növényevő, és hát ha csak nem a veteményes kertet meg ilyesmit féltjük, az azért nem nagyon jellemző, hogy békésen sétál egy állampolgár, és egyszer csak ráveti magát egy vérszomjas láma, és ennek drámai következményei vannak, tehát ilyennel nem kell számolni. Kétség kívül a láma azt tud köpni, de azért ez a képesség, ez bizonyos alkalmakkor használja. Itt az állatkertben is van egyébként olyan, hogy jönnek az emberek, és meglátnak valami lámafélét, nálunk történetesen most alpaka van, és akkor azt mondják, hogy hú, hát ez valami láma, ez köp, és akkor menekülnek. De hát az emberek is tudnak köpni, azt mégse az van, hogy találkozunk egy ember, úristen ember. Hát ez ja, igen. Tehát, hogy ott is megvan az élethelyzet, például fölbosszantják, amikor a láma köpni szokott, az kétségkívül nem kellemes, mert nagyon büdös nyálat és gyomortartalmat összekeverve. No.
kép az ember, és ha előtte evett valami keményet, például tápot, akkor egy ilyen karcsás tüzet kap az ember az arcába, ezt én tapasztalatból mondom. Éreztük, hogy tudjuk. Van mögöttes tartalom, éreztük, hogy ezek nem csak a légből kapott információk. Igen, mert volt régen egy lámánk az állatkertben, amikor még állatgondozó voltam, akinek naponta kellett szemcseppet adni, mert beteg volt a szeme, de hát ő ugye nem tudta, hogy kegyes szándék, kegyetlenség rajt, mert nem olvasott Shakespeare-t, és ezért azt hitte, hogy mi bántani akarjuk. Tehát minden nap azzal végeztem a munkámat, hogy kapta a láma a szemcseppet, mert az esetek 80%-ában lelettem köpve, és akkor egyből az ember ment az öltözőbe hajakodni. Kicsit, ezt már megunhattad ezt a melót. Akkor az, amit a köszönés, nem, hogy föl kell venni a védőszemüveget, védősapka, és akkor lehet lámázni. Térjünk akkor rá. Sokat segít, ha úgy állsz hozzá, hogy úgy is le leszel köpve. De ebben az esetben szerintem erre nem kell számítani, tehát ez a láma csak akkor fog ilyesmit csinálni, hogyha nagyon elkezdjük kergetni, vagy sarokba szorítani, még befogni nem lesz egyszerű annak, aki. Ez a kérdés, hogy hol kell megfogni egy lámát? Hol kell megragadni? Megbabonázod és körbekeríted marha gyorsan. Hát ugye kérdés az, hogy eddig milyen viszonyban voltak vele, tehát hogy csak egy korábban volt, és mert például, hogyha hozzá van szoktatva, rá lehet tenni kötőféket is, csak ez nem mindig olyan egyszerű, de hát lámát elvileg úgy kell fogni, hogy a nyakát átkarolva próbálja az ember megtartani. Ez nem mindig egyszerű, mert egy nagy felnőtt erős láma az lehet, hogy egy csekély testű emberhez képest túl erős lesz, és akkor egy ilyen rodeo jellegű helyzet alakul ki. Viszont azt érdemes rögzíteni. Mert az YouTube-on a nézettséget jelent. Ha mégis mi lennénk a gyorsabbak itt a Morning Show-ban, a befogásban, és mondjuk nem ti, akkor vesztek lámát? Hát most éppen lámát nem, viszont alpakák érkezése meg folyamatban van, mert ugye a Vidámparttól megörökölt területen például több láma lesz, mint korábban volt az állatkertben. Úgyhogy ez már így finom van, tehát ilyen láma menhelyet viszont külön nem fogunk tudni. Mikor van egyáltalán a lámáknak ilyen párzási időszakuk? Mert arra gondoltam, hogy Feri mondta ezt a megbabonázást. Hármunk közül most ő a legszörösebb. Hogyha adott esetben ez a láma most éppen kívános időszakban van, és ő mondjuk megbabonázna azzal, hogy pőrére vetközve négy kézlábra leereszkedik, addig át tudnák karolni a nyakát, én pedig rá tudnám dobni a kötőféket. Aha, persze. Na most ebből az izgalmas, hogyha ilyen megbabonázásra készültök, és esetleg számít, hogy ki mennyire szőrös, akkor a láma, független attól, hogy milyen nemű, biztos, hogy szőrösebb lesz. Tehát innentől kezdve szerintem ilyen szőrhelyt vált ki az ember ezzel a babonázási kísérlettel. Jó, akkor ezt elengedtük. Van még egy nagyon fontos dolog, ha ma egy Bogi nevű vemhes póniló bekopogtat hozzátok és menedékjogot kér, akkor azt is keressük. Mert ez egy ilyen eltűnős, megtávos reggel. Most valahogy ezen a vonalon mozgunk. Az 51-es főút mellől tűnt el, tehát ha mégis beverekedné magát. Az 51-es körzet. Az 51-es körzetből. Eltűnt pónia. Szerintem itt valami. Jó, úgyhogy majd azt, hogyha sétálsz, körbenézel a birodalmadban, akkor azt nézd már meg, hogy van-e egy új pónitok. Mert van annak viszont van gazdája. Jó, abszolút. Volt már ilyen 1945-ben, hogy úgy jött egy póni bekopogtatni, hogy de hát akkor itt vagyok, de az korábban tőlünk ment el, csak a háború alatt nem nagyon. És visszament? Igen, volt ilyen. De hát, két változat van, az egyik, hogy visszajött magától, és bejött a romos kerítésen, a másik, hogy tulajdonképpen valaki elvitte háború alatt az űrzavaros időkbe, és úgy jött vissza, hogy előtte meg kellett látogatni az illetőt, hogy hát akkor hogy is van ez a tulajdon viszony. Úgyhogy ez a két verzió maradt fönn. Én még nem éltem 1945-ben, úgyhogy ezeket csak elmondásokból ismerem. Rendben, köszönjük szépen, nagyon sokat segítettél, Zoli, de tényleg. Hát nagyon örülök. Nagyon sok sikert, hogy belakjátok a Vidám Parkos részt. Szóljál, hogyha megvagytok, megyünk, megnézzük. Okay. Köszönjük Hanga Zoltánnak. Szia. Szia. Hello. Itt már csak a Lorenzo lámás segített. Király. Írja a hallgató. Zseni vagy. Na, akkor van egy meglett láma, meg egy eltűnt póni, aki bármit tudtok róluk, akkor írjatok nekünk, jó? Jó, és tényleg nem árt óvatosnak lenni, mert a láma nem békés. Megnéztem, Csabrendnek Veszprém megye. Hát köszönjük. Jézusom, nem békés, hanem és megnéztem Veszprém. Azt is egyébként az Országos Katasztrofa Védelmének a honlapján nincs riasztás jelenleg. A tehát, hogy se első, se másod, se harmadfokú. 6 perccel múlt el 8:30, jönnek a hírek, utána jövünk a láma és póni helyzettel, illetve a hármas ugrására, erre tudtok jelentkezni 0676450000 az SMS számú. 3:49 múlt 3 perccel, jó reggelt, szevasztok, Áron János Ferenc. Hello. Nem tudsz bele gondolni, hogy egyszerűen Nickelback is rockzenekar volt. Igen, mi? Lám DMC is besegíthetne. Lám DMC.
Ugye találtak egy lámát Csabrendek település mellett. Nem találtak, elvesztették. Nem, már megtalálták. A lámát. Nem, a pónit találták meg. Te hol voltál? Nem, a lámát nem találták. De a láma megvan, ott áll. Várjál, most ketten vagyunk egy ellen. Nem, most itt a kétharmad, nincs meg a láma, ugye? De megvan. A póni van meg. A láma is megvan, tudják, hogy hol van. A póni mögött áll. Csak senki nem meri befogni, mert félnek tőle. Nem mond már, nincs meg a láma. Állják körbe a lámát, és senki. Fotó is van a Facebookon róla, gyerekek. De tényleg, tehát megvan a láma. Az egy régebbi fotó, amikor még minden rendben volt. Láttad mindenki mosolyog a képen, még a láma is. És messziről integető gyerekek. Nem látod a fotón, hogy az nem Csabrendek? Hát így meg lehet vezetni. Nem látod? Hogy az a susnya nem ott van? Az a baj, hogy nem értesz, hogy igazából csak a vágóállatokhoz. A láma, ha látod a lámának az összes fogát, a láma boldog. És azon a képen, amit te láttál, boldog volt a láma. Mit teszik a láma? Láma margarint. Betegek vagytok, de nagyon jó. A környéken átnevezték a téves riasztást vaklámának. Tessék, én tegnap találkoztam a lámával. Szelíd, sőt fél. A fotóm is van róla. Sajnos a gazdája elérhetőségét nem tudtuk kideríteni. Bacsi. Tessék, megvan a láma. És fél. Ott van egy láma, bacsi, és fél. Gyerekek, valamit csináljunk. Írjunk egy dalt erre. Hát a fél láma, akkor nagyon csúnya baleset történt vele. Ha elvitte a fél láma. És persze, hogy szelíd, érted. Viszont ami tényleg jó hír, hogy a póni is megvan. Igen, azt Anna mondta, hogy beszélt azokkal, akik elhagyták, és hogy igen, és nagyon örültek neki, hogy felhívta őket. Igen, nagyon-nagyon boldogok voltak. 51-es főútnál eltűnt pónit megtalálták Szalkszentmártonon a Vadas Kft. Dolgozói, és akkor ott meg lett a tulajdonosa, mehet érte. Hát ha melóznak, ne zavarjuk. És mellett áll egy fekete ruhás ember nagy patacipővel, is mondja meg, hogy Sanyi! Sanyikám! Nem, senki nem hívja. Senki nem hívja így a Hyundai póniát. Jézus! Van még ebben? Jó, akkor lezárjuk ezt a témát, tehát láma ügyben még tudtok mozgolódni, a póni megkerült, és köszönjük szépen. De hát, ha melóznak, nehogy megzavarjuk őket. Mondtad, hogy voltál tegnap anyukádnál, mesélted. Igen. Illetve? Nem? De, van egy, igen, történt egy kicsit anyukámra. Szóval az történt, hogy nem tudom mennyire... Nem utalt a szerencséjáték RT-s? Felugrottam a mához egy kis pénz magát. Felmentem édesanyámhoz, és farkas szemet nézett a Kozmosszal, és ez ennek a hatása leírhatatlan. Ne. Előről meséljem? Na, szóval bementem édesanyámhoz, igen, és akkor mondtam, szia fiam, ültünk a konyhába, kérdeztem, eddig nem láttam a húslevest ott, megkérdeztem, hogy melegítsen a húslevest, mondtam, hogy hát persze, majd amikor elindult megmelegíteni a húslevest, akkor gyanútlanul megkérdeztem tőle, hogy amúgy mi van, ahogy a Feri kezdte a mai napot, hogy amúgy mi van. És akkor így visszafordult, nem gyújtotta be a gázt, visszafordult, így leült, és egy szomorú arca ránézett, és azt mondta, hogy hát képzeld, apád elkezdett ilyen kozmosz izét nézni, a Hubble teleszkópot 3D-ben, és azt mondja, hogy te tudtad, hogy van akkor a bolygó, hogyha egy űrhajó 1000-rel megy, az 1000 évig tart, amíg megkerüli. És így néz rám anyám, ilyen üres tekintettel, hogy te ezt tudtad, hogy ennyire kicsi, hogy ennyire egy nulla ez az egész. És így ültem, és arra gondoltam, hogy... Hát, szerinted örül anyukájának ennek a sztorinak? Ez nagyon fontos, mert így rájöttem arra, hogy nem kellett volna megkérdezni ezt a dolgot, mert hogy csak a húsleves melegítés után, tehát hogy kezdtem róla lemondani, és akkor így mondtam, hogy most anya, hát most mi ez a baj? És így ült, és azt mondták, hogy olyan jó volt, amíg volt a nap, meg a hold, meg mink. Látod a tudatlanság már, hogy az, nem úgy, hát igen, és azt mondja, hogy most tudtad, hogy a Hubble teleszkóp készített egy olyan képet, hogy a fény az elindul, és 12 milliárd évig megy, mire odaér, és hogy azt olyan, hogy ekkora a világű, hogy mi ennyire egy nullák vagyunk, hogy itt ülünk az egésznek a szélén, hogy ennek az egész, és ül ott anyám, és azt mondja, az egész átdolgozott három gyerekes élet után, hogy ennyi. Ennek az egésznek nincs semmi értelme. Ültem, és így két dolog voltam biztos, hogy ebből már húsleves nem lesz. A másik, hogy kimegyek, és kővel ledobálom a Hubble teleszkópot, hogy ne szórakozzanak az anyámmal, hogy sokkolják ezekkel a kozmosz felvételekkel, hogy ilyen, én komolyan mondom, hogy egyen meg a szívét, hogy ott ült boldogtalanul, mert hogy ez a föld meg mi, hogy ilyen abszolút ilyen marginális senki. Hány éves a mama? 69, 68. Látod, és a gyönyörű 69 éved van, és egyszer csak jön ez a rohadék Hubble, ugye? És összezavar. Ennyi.
ennyi. Ezért rohadtul veszélyes előfizetni ezekre a kábelcsomagokra. Nem szabad. Összezavarják az időseket. Igen, ráadásul ha felnőtt tartalom is van, akkor meg a nagyon. A húsleves pedig mondom, idegen, azért valljuk be őszintén. Igen, nem mondom, hogy nincs értem az egésznek, de azért ezt a húslevest még megehetnénk, mama! De továbbra se adott. Mi? Volt egy ilyen árukapcsolás, hogy így összefűzt a sztorikat, hogy és az univerzumban, és amikor, hogy itt, milyen egyszerű volt régen, amikor nap volt, hol volt meg még te is itt, hol éltél velünk? Vagy most a kifőzőt, fiam? Nem, hát látogatom rendszereset, nagy a szerelem, nem erről van szó, csak hogy ilyen érdekes dolog, hogy amikor tehát embereket így megérint a semmi. Tehát így látni azt, amikor tényleg anyát farkas szemet néz a kozmosszal. Megérint a nagy ürességért, hát a légüres tér, egy-két ízével benne. Hát Jani, a te életedben ezek nincs jelentősége, hát tehát megvan a sör, meg a tévé otthon, és minden rendben van. Csak vannak emberek, akik ennél többet gondolnak. A feleségemet érintette meg, hozzám is jött, érted? A semmi? Igen, a tartalmatlanság. A feleségedet nem semmi érintette meg, hogy hozzád ment, de... És a végén ettél húsleves, vagy nem? Volt happy end a végén? Hát volt, egy picit visszazökkentünk. De már a húsleves se olyan, de mint a régen. Veszélyes a természetcsatornákat. Ne nézzetek, csillagát, kerüljük a gondolatát. Na ilyen. Most ehhez képest fogunk hármas ugrást játszani, amelyben például természettudományos kérdés is van. Áron, ne figyelj! Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Jó reggelt, kedves játékos! Vivi! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Honnan hívsz bennünket? Ózdról. Nem Ózd, Kozd! Ja, bocs! Kozd! Sokszor úgy tűnik, mintha mi nagyon tisztán hallanánk mindent. Nem! Hogy? Ózd? Kozd? Kozdról. Te tudtad, hogy van akkor a bolygó, hogy egy űrhajó ezer évig kerüli meg, te ezt tudtad? Nem. Na és milyen érzés? Milyen érzés? Most, hogy tudod? Szörnyű. Mert amilyenket egy nap alatt megkerüljük, az meg ezer év. Tehát, hogy így ez méretileg. Fenomenális. Most okosabb lettem, mint voltam. Na. És ezért zabálja hidegen a húslevest az áron, mindig, amikor hazamegy. Ugye milyen rossz? Na mindegy. Vivi, egyedül játszol? Hát igen. De van egy kis segítségem, a laptopom. Akkor előtted a világ. Jó van. Mi a munkád egyébként? Én egy nagy kereskedelmi cégnél dolgozok, mint eladó. A híres Kosdi nagy kereskedelmi cégnél? Nem. Hát másod van. Külföldi. Jó. Vivi, akkor kezdjük a játékot. János mondja neked a kérdéseket ajándékokkal összefűzve, és akkor legyél ügyes. Jó, rendben, köszönöm. Így szól a első kérdés, dedikált. Nyakba akasztóért. Melyik az afrikai kontinens legnagyobb tava? Ugye milyen könnyűeket kérdezel? Hát a Nílus, hát melyik lenne? Ez a legnagyobb tava, tehát afrikai kontinens legnagyobb tava, egyébként a legnagyobb trópusi tó, és a második legnagyobb édesvízzel. Az anyja úr. Csobogó. És közvetlenül ott van, nem messzire tőle a Balaton. Nem úgy Balaton, az nem Afrikában van. Mondj egy afrikai tavat. Victoria tó? Aj, nagy tapsot kérünk, csak kijött az internetbe. Melyik szolgáltatónál vagy, mert a csomagra mi nem fizetünk elő. Mert hogy afrikai tó legnagyobb, ez így beírod a kapont, az első, amit kigond. Nem baj, nem érdekes, jó, menjünk tovább, Egérralátét vagy Szatyor a következő kérdésért. Egy picit kevesebbet fogunk majd várni a válaszra, nem baj. Azt hittem ez a kérdés. Jó. Melyik ország egyik első osztályú labdarúgó csapata a Benfica? Közben csináltam egyébként. Beírtam, hogy Benfica, és nyomtam egy Enter. Azt ki is vártuk az idővel, tehát Benfica beírta, enterezett, már ki is jöhetett volna a megoldás. Ez az egyik legpatinásabb és legsikeresebb. Portugál. Igen. Nem baj, két dolgot megtanultál, Vivi. Jó, ez nagy, már hogy a... Hogy van egy akkora bolygó, amit ha ezerrel megy a rakéta, ezer évig érik ön. Akkor hármat, mert ugye ez a tó, meg a Benfica. Én meg megnéztem Kosdot, és most már tudom, hogy Vác mellett van közvetlen. Na tessék, te meg Kosdot nem tudtad, hát akkor Vivi, hogy tudja a Victoria tavat? Köszönjük szépen. Vivi, köszönöm. Gratulálunk azért ahhoz, hogy beszéltünk, vagy nem tudom, milyen villik ilyenkor. Lehet, hogy van valami plusz ajándékot, nézzük már meg, Zsüll, légy kedves, nyisd le a reklámblokkot. Nincs. De hát, sajnos. Köszönjük, jó legyél, szia, puszi. Köszönöm. Szép napot, szia. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban.
Készülj a következő megmérettetésre. 2 perc múlva lesz 9 óra, hírek után jövünk vissza. 1 perc múlva lesz 4:10, jó reggelt, szevasztok, mai sztár vendégünk, sztár műsorvezetőnk, sztár társunk, a láma szakértő és bolygó szakértő, most már ezt is megtudtuk. Csillag, kiderült, hogy csillag. Ja, csillag? Csillag, kézzel elrontottam. Csillag. Ja, Áron hájpolod? Ja, persze. Ja, tényleg. Valamit mondani kellene, hogy mérül itt. Kovács Áron! Hey! Szóval, a helyesbítéssel kezdjük. Van egy csillag, amit, hogyha 1000-re mész, nem bolygó csillag, 1000 évig tart megkerülni. Na, köszönjük szépen, okosabbak lettünk. Hát írták a hallgatók, és ez nagyon fontos, tényleg, ne hülyeségeket beszéljünk. De csak. Egyébként a Faterrel is beszélt elő a témáról, és ő legalább annyira le volt nyűgöző, mint édesanyád? Vagy pedig nem, ő csak kiakadt szemek körül a plazma előtt tovább. Ő nézi 3D-ben a Hubble-t, és így el van varázsolva, és neki ez gyönyörű és csodálatos. Egyébként tényleg érdekes, én is néztem, csak hogy van, akire ez olyan hatással van, mint édesanyámra, aki egyen meg a szívét, hát mondom, ott ült az asztalnál, és azt mondta, hogy az egésznek sem értem. Mármint a létezésnek. És hát ez nem szabad, nem szabad. Ravaszd, nyúl és Écs között a 82-esen száguldó trafi, Jucustól kaptuk, köszi, nagy baleset az M1-es 23-as kilométerénél kifelé, sávzár lesz, Fehér Oktáviából mérik a Pápa felől érkezőket, Hungária Kőbányai út kereszteződésénél egy autó felhajtott a villamos korlátra, emiatt Pest felé kisebb dugó kezd kialakulni. Jegye volt? Ez fontos. Hát igen, nehogy miatt megbüntessék. Csak úgy szálljon a villamos. És még egy fontos info, milyen jó, Feri, hogy tegnap megkérte a Janit, hogy ma már könnyebb kérdések legyenek. Mi lett volna a harmadik kérdés? Einstein hány cukorral itta a kávét? Egyébként 2-vel. Ja, ezért nem is kérdeztem meg. Ez a séróból várta. Hát holnap ez lesz az első kérdés. Igen, hány cukorral itta? 2-vel. Ennyi. Jó? Na, és akkor a holnapi első kérdést tudjátok. Ennél egyel komolyabb téma. Jani, tényleg ne durvulj, ne. A kérdésekben ne durvulj. Csak hozzáteszem egyébként, a múltkor, amikor az Áron benn volt, akkor mind a 3 kérdést lecseréltük Áronos kérdésre. Tényleg. És senki nem is tudta. De hát, nem is megmaradt a bögre. Na, ennél komolyabb témával szeretnék foglalkozni egy picikét, és hívtunk hozzá 2 csodálatos hölgyet, akik szakértőként fognak majd a műsorban részt venni. Majdnem Patriciát, a plusz száz ügynökség vezetőjét, kitalálóját, mindenesét, és egy plusz szájzos modellt, amit kikérek magamnak. Igen, amit nem értünk. Tehát, hogy te, hogy te ilyen sorra elvézésre nem kér. Nem plusz szájzos, Mankó Nikolt, köszönjük még egyszer, hogy bejöttetek. Sziasztok! Sziasztok! Mert arról szeretnénk picit beszélgetni, hogy próbáljuk már meg visszarántani a magyar nőket arra a talajra, amiből szerintem önbizalmat lehet építeni. Most az történik, hogy a magyar nő, ha nem 40 kiló, akkor elkezdi magát rosszul érezni, de már 42-nél is, tehát hogy ő már kövér, nekérzi magát, pedig erről szó nincsen, legalábbis szerintem, és az a bajom ezzel a sztorival, hogy ez nem csak a ruhagyártó cégek miatt fontos, mert hogy akkor majd ők keressenek jó sok pénzt azzal, hogy kis ruhákat gyártanak, hanem hogy az egész életed nyomorult lesz attól, hogy téged lekövéreznek, nem? Lányok? Ez így van. Én is ilyen pluszos kategóriába tartozom, és engem konkrétan azért közösítettek ki harmadikban, mert hogy kövér kislány voltam. Egy barátnő mellé álltam, akit azért közösítettek ki, mert hogy túl magas volt, és akkor mi ketten ennyi. Jó, mondjuk a gyerekek azért tudnak egyet. Na, szerintetek engem miért közösítettek? És engem. De most komolyan. De hát, a 3 gyerek összejön, ott egyet kiközösítenek, tehát azért ez nem, tehát egy, na. Igen, csak ez az én egész életemet végig követte. Tehát én egészen főiskola alatt is, és folyamatosan azt éreztem, hogy én telt vagyok, hogy én nekem vannak formáim, hogy én nekem van popsim, van mellem, és emiatt valamiért más vagyok, mint a többiek, és ez olyan fura. Én leszek a szemét, jó? Most én a rossz rendőrt bevállalom erre a beszélgetésre. Ha ennyire frusztrált, akkor miért nem fogytál le? Hát, mint utóbb kiderült, azért, mert hogy egy betegségem volt. Na tessék! Ami miatt nem tudtam. Ami miatt nem tudtál. Aha. És akkor ez így tetőzött. Tetőzött, és akkor egy idő után azt mondtam, hogy na jó, akkor most van elég, és most elfogadom úgy önmagam, ahogyan. És akkor megalapítottam ezt az ügynökséget. Igen, és kitaláltad, hogy ebből pénzt is lehet keresni. Azóta teszem hozzá, fogytam 25 kilót, és az nagyon vicces, mert mindenki azt mondja, hogy na, akkor most már egyre kevésbé tudod képviselni itt a plusz size. Igen, nem vagy hiteles. Nem vagyok hiteles, de ez az egészségem megőrzése miatt van. Honnan plusz size a plusz size? Hát igazából a modellvilágban mindenki plusz size, aki mondjuk olyan 94 fölött van a csípője. Te csípőtől mérik? Igen, hát mondjuk nekünk 90. Az fontos csípőmmel, meg ez a klasszik homokóra típus, a Nikol is ilyen,
ilyen 106 körül van az az álomcsípő, amit nekem az összes ügynökség mond, olyan 104-106, ami olyan pont jó, és akkor ehhez ugyanúgy a mell. Én a kamasz fiúknak szokott tudja az. Igen, 96-on. És akkor ehhez ugyanúgy a mell, az egy olyan 100 körül, vagy 98 körül, az tökéletes. És mondjuk és Nikol nagyon derék. Arányos homokorra, mert alul felül van benne homok rendesen. Megtöltöttek. A jó Isten adott bűnet. Hála jó Istennek, köszönjük szépen. A férfiak, Nikol például, te találkoztál-e olyannal, aki azt mondta neked valaha is az életedben, te körülbelül mindig ilyen voltál, vagy voltál ennél ducibb? Egy picit voltam ducibb, de... Nem picit, Nikol, arról, hogy te kummantasz egyébként, mert hogy itt van a kezemben, de Nikol kummant, mert hogy itt van a magazin, ducibb. És a magazinban ducibb vagy, mint most. Tehát, hogy... 7 kiló plusz, meg nem mindegy, ugye? Milyen ruha van valaki. Ugye? Igen, meg hogy fotózzák a fényképezőgép. Te nem egy ilyen megélhetési duci modell vagy? Tehát fölhízol a fotózáson, Photoshop-ban rád raknak 30 kilót, lekaszálod, és utána visszafogysz, nem? Nem, de gyanús, mert most nagyon csinos volt. A fotózáson épp az volt a cél, hogy a teltebb legyek, tehát ott épp olyan ruhákat adtak rá. És mondták, hogy Nikó, vegyél nagy levegőt. Amúgy tényleg vicces, van olyan, amikor azt mondják egy modellnek, hogy új, most lefogyott a csípőjéből, és akkor na most vissza kéne pakolni rá egy pár kilót, mert ő már nem az. Aha. Már nem pluszos. Szóval volt, a kérdés az úgy szólt, hogy volt az életedben olyan hapsi, aki azt mondta, hogy ne arra, ugye nem járok veled, mert egy kövér vagy. Hát ilyen nem, bár a mostani páromtól kaptam olyat, hogy hát lehet egy-két kilót fogynod kellene, aztán fogytam egy pár kilót, és most már így tökéletes vagyok. Ja, így most már elfogad. Azt hiszem, fogytam egy pár kilót, dolgozni. Fogytam egy pár kilót, majd elhagyott. Még ez lenne igazán szép. Egyébként most elvicceljük itt a témát részben, mivel ilyen jellegű a műsor, de azért azt tegyük hozzá, hogy nagyon sok nőnél ezek az ideális ilyen szépségideálok, vagy ezek az aktuális szépségideálok, ezek nagyon komoly önképzavarhoz vezethetnek, és akár testi, lelki betegségekhez. Abszolút. Is. Nekem van olyan modell, aki tehát van az a kategória, amikor nem tudsz lefogyni, tehát nekem borzasztóan vastagok a csontjaim, én lehetnék 40 kiló, nekem akkor is lenne csípőm. És volt olyan lány, aki normál modellügynökségtől jött át, ahol aztán mindenen keresztül ment, tehát anorexia, bulimia, amit akartok. Én nem mondom azt persze, hogy a normál modellügynökségnek mindenhol így van, de ő így kínoszta magát, és nagyon lefogyott, kihullott a haja, mindenféle női dolgok így előjöttek nála, a zavarok, és akkor utána jött hozzám, és akkor mondta, hogy na jó, akkor most van az, hogy ő ezt abba hagyja, szeretne hozzám jönni, és akkor felhízott egy idézőjelbe a normál súlyára, ami igazából a génekbe van így belekódolva, mindenki azt mondja, és azóta jól van, hál' Istennek. Miért van az, hogy a nagy divat cégek azok a ropilányokat szeretik alkalmazni a fotókon? Mert hogy én azt kilóra fizetne. Így már megvan, de hogy mondjuk egy olyan cég, aki tényleg világviszonylatban is nagy, és akkor lehetne őket sorolni, ahol milliárdok vannak euróban, nem gondolnám, hogy ez pénzügyi kérdés, hogy kit fizetsz meg. Nem, igazából itt, hogy mondjam, nekem, én körülbelül 4 év alapítottam ezt az ügynökséget, és egész az úgy indult, hogy a homlokomra csaptam, amikor megjelent egy nagy külföldi magazinban 3 plus size modellel egy címlap, és azt mondtam, hogy hát ilyen van, aha, és ez nekem kell, és ezt szeretném csinálni. Nagyságrendileg azt érzem, hogy a nagy cégek most csapnak a homlokukra, és azt mondják, hogy eddig kiszolgáltam azt az 50%-ot mondjuk, aki a normál kategória 34-36-38, és akkor most gondolok arra a 40-42 és fölfele levő lányokra, akik amúgy eddig nem tudtak honnan öltözkedni, mert hogyha bemész egy üzletbe, akkor mi fogy legelőször a legkisebb méret és a legnagyobb. Most már csomó olyan... De hát olyan... azokból kevesebbet gyártanak, nem? Nem. Szorti, mert ugyanannyi van. Igen? Tehát, há jó, csak bocsánat, a divatcég az nem terméket árul igazából, hanem álmokat. És a modellek az azért olyanok, mert hogy most mindenkinek ez az áhított formája, vagy legalábbis ezt sugallják, és ezt az emberek bekajálták, tehát most mindenki olyan akar lenni. Igen, csak én és aztán bemész, és ugyanabból megveszed az XL-es méretet simán, de ami egyébként a modell. Tehát, hogy igazából itt az álomkép, vagy az ideálképet kell helyre tenni, vagy egy kicsit közelebb húzni a valósághoz, ha számít ez valami. Igen, csak hogyha van egy nő, aki nem tud egy bizonyos kiló alá fogyni, mert ilyen a aha, testalkata, akkor az ne szenvedjen már egész életében amiatt, mert a nem tudom kicsoda végigmegy a kifuton, soha az életében nem ez olyan. Lehet, hogy le fog fogyni, de halál boldogtalan lesz, sanyargatja önmagát, és nem lesz elégedett magával. Ahogy egy nő, amúgy ez tipikus, hogy ahogy egy nő így megelégszik, tehát azt mondja, hogy na jó, most elég van az összes fogyókorában, én is kipróbáltam rengeteg mindent, semmit nem használt, sőt, még többet híztam föl utána. Amikor elkezdtem elfogadni
önmagam, és azt mondtam, hogy jó, egészségesen élek, egészségesen eszem, eljárok heti kétszer jógázni, mert ezek amúgy tetszik, akkor onnantól fogva elkezdtek lemenni a kilók. Tehát ez fejben, ez abszolút fejben dől el, ez az egyik, a másik pedig, hogy fogadjuk már el önmagunkat, tehát nem lehet mindenki 34 meg 36, és miért jó, hogyha 34 meg 36? Tehát, hogyha én bemegyek egy étterembe, és szépen fölöltözök, és egy olyan ruhát veszek fel, ami nekem is homokorralakon van, ami kiemeli, akkor én azt mondom, igen, a pasik megnéznek. Ugyanúgy megnéznek, ha nem jobban, mint azokat a véznacsak. Hát, most ha őszintén három pasival ülök egy persze. Szemben, ti nektek mi jön be, amikor egy csajnak sem melle, se feneke, vagy amikor úgy van, mint rajta fog? Nem vitatkozok vele. Nem is tudunk. Hát talán meg... Áron a kivétel. Nem, hát én azért én vitatkoznék, ha szabad. Persze. Hát, nem, hát, hogy nem csak az, hogy ez nem kell, hogy mondjam, ez amit te elmondasz, ez nem, azt értem, hogy csináltatok egy ilyet, és ez tök jó dolog, de hát ez nem kell ez tulajdonképpen, hogy most ilyen modelleket lássunk, ez kell egy egészséges család, egy egészséges partner. De ha mindenhonnan ez magazinban, jön, hogy a roki lány jön le a címlapról, érted? Könyörgöm, Feri, neked van frusztrációd, amiatt, hogy Brad Pitt jobban néz ki, és ő van a mozivásztan, és ki jobban. De ő nem nő. De nem néz ki hát jobban. Hát ráadásul jól a jobban, mint a Brad Pitt? Sokkal jobban. Hát, bocs, és én ráadásul a gyerekhatályról veszem arra tudtam. Igen, tehát például a Mónika és a Béka feleségünk soha nem említi Brad Pitt nevét közben. Soha. Érted? Egyszer mondta csak Áront, akkor felújtottam a videót. Igen, hogy én vagyok az baby. Nem, az a baj, hogy azt nézd meg, hogy amíg a magazinokból az folyik ki, hogy ilyen lányokon látják a ruhákat, addig olyanok akarnak lenni. Amikor a Nicole belekerül hát az X magazinba, mert hál' Isten belekerül. Onnantól fogva azt mondják, hogy jé, van itt egy olyan csaj, mint én vagyok. Jé, így is lehet kinézni. Rajta is jól áll. Tök dögös. De ez mindegy. Nem értem, hogy ez egy magazin. Hát körülnézel az iskolában, amit kapsz, mert a gyerek. Az iskolában körülnézel, ott is azt látod, hogy az ideálok általában nem az iskolában van, nem a folyosón, meg a munkahelyeden, hanem magazinokba. És sokszor egyébként számomra egyébként az a megdöbbentő, és ez a dolognak a visszássága, meg ellentmondásossága, hogy közben mindannyian tudjuk, hogy ezekben a magazinokban 99%-ban retusált képek abszolút vannak. Tehát, hogy az, amit látsz, az valószínűleg itt is ott is meg van kurtítva, szépítgetve, itt is ott is árnyékolva, gyakorlatilag az az ember, aki látsz, az nem is úgy néz ki az életben, és ennek ellenére mégis így szeretnének kinézni a nők. És ez a furcsa. A nőknek ez? Na de ez egy igen, hamis képet üldöz. Akkor nem csak a világ hülye, hanem te is hülye vagy, ha ezt elhiszed, azért ezt kimondhatjuk. De mégis csak afelé akarnak menni, tehát az emberek nagy többsége az keres valami idolt magának. Az idolt megtalálja az újságban, ami ropi, ő is az akar lenni, és ebbe belepusztul, érted? Tehát ez a baj. A nők sokkal jobban magukra veszik én azt, értem, hogy agyban kéne eldönteni. Tehát egy nők azt gondolják, hogy ott van egy óriás plakát, úgy néz ki az a csaj, ú, de jól néz ki, azt mondja a férjem rá, ú, de jó az a csaj ott, vagy nem tudom, megnéz, és azt mondja, jó, akkor én is olyan akarok lenni. De a férje ugyanúgy megnézni a teltebb csajt is, csak egy csajon nem lát. Te küzdöttél, Nicole, azzal, hogy ilyen vagy? Tehát próbáltál ellene tenni, vagy nehéz volt elfogadni? Nagyon sok hely küzdöttem, meg mindig is álmodtam egy modellkarrierről, és így nem, hát sose leszek olyan, így teljesen lemondtam róla, aztán amikor a Patriciával kapcsolatba kerültem, akkor egy pici remény csillag bukkant fel, és úgy láttam, hogy ez de jó, hogy most aha, ez megtörténhet velem. Meddig jutottál el? Mit lehet mondani? Nyilván nem kell újságot kimondani, de hogy mondjuk nagy divatlapban szerepeltél? Hát egy jó párban külföldön is dolgoztam, fehér nemű cégeknek. Úgyhogy szerintem elértem eddig azt, amit akartam, és még remélem, hogy sok ilyen jó munkám lesz. Mm-hmm. És elégedett vagy magaddal? Tehát most az alakoddal azt mondtad, hogy igen, lehet így élni, vagy azt mondtad magadnak, hogy hát ezzel tudok pénzt keresni, jó van ez már így is. Mindig, tehát a nők mindig olyanok, hogy ez lehet jobb, az lehet jobb, tehát mindig szeretnének alakítani magukon, aha, én is. De ha nem fogadom el magamat, akkor a külvilág felé is ezt tükrözöm, tehát ők is látják, hogy valami nem jó, valami nem stimmel. Amúgy az tapasztalat, bocsánat, hogy nekem a lányoknak mondjuk a nagyjából a fele azért jelentkezik a castingokon, és azért jön be hozzánk az ügynökséghez, mert egész egyszerűen ő nem modellkarrierre vágyik, hanem ő azt szeretné hallani, hogy igen, te így tök jól nézel ki, igen, te így jó csaj vagy, igen, te dögös vagy, és nőies, és minden rendben van veled. És leülök velük beszélgetni, egy 3-4 órát beszélgetünk, és a végén azt mondja, hogy ne haragudj, Patricia, én nem szeretnék modellkedni, de nekem tök jól esett az, hogy elmondtad azt, hogy én milyen vagyok. És onnantól fogva megváltozik. Akkor pszichológust azért felszámolsz, nem? Persze. 15.000 óra. Amúgy ez meglátszik rajtuk. Utána, hogyha találkozom velük valahol, más ruhákba járnak, teljesen más.
fogadják a köszönésedet, hátat fordítva. Nem, tényleg, nagyon. Tehát mondhatni az 50% azért jelentkezik, hogy azt mondjam neki, hogy igen, te jó csaj vagy. Hát, de ugyanakkor meg egy csomóan, bocsánat, nagyon sokan nem eresztik el az álmaikat. Tehát, hogy van, aki, mint tudom én, egy ideig kapaszkodik valami. Én is nagyon sokáig szerettem volna jódumás, jóképű lenni, és a kenosos vezetni, de rájöttem, hogy nem, ez az övé, ez ő, én pedig ez vagyok, ennyi, ebből kell gazdálkodnom. De ami érdekes kérdés, hogy mondtad, hogy azt várják meg ezek a nők, hogy te mondd nekik, a hapsiuk, férjük, barátjuk, ha mondja, ha egyáltalán mondja, az is jó kérdés, hogy mondja, hogy drágám, te így vagy gyönyörű, halálosan oda vagyok, érted, ezekkel a méretekkel, ha mondja egyáltalán, az nem jó neki? Én azt gondolom, hogy nagyon sok, én mindig azt mondom, amikor jön egy lány, és akkor mondja, és akkor elmondja így, hogy hát ő nincs megelégedve magával, nem tudom, és mindig ez a másik kérdés, és a pasit mit mond? Aha. Csak azt mondják, hogy hát a pasim is azt mondja, hogy hát le kéne fogyni egy pár kötet, és azt mondom neki, azt mondom neki, hogy figyelj, lehet, hogy ez a fiú nem szeret téged. Ez meg egy hülyeség, megint vitatkoznom kell. Nem arra, hogy ez nem így van. Tehát azt mondom, hogy vannak határok, amikben persze, igazad van, abszolút. De miért nem mondja azt egy manus a csajának, hogy fogyjál le 2 kilót, tessék törni magát szerintem. Az nem egy ördögtől való gondolat, hogy ne legyünk minden alatt baromi elégedettek magunkkal. Ne, hát a nincs fejlődés, ha minden alatt baromi elégedett vagyok, nem, akkor hova fel, nincs fejlődés. Igen, csak hogyha egy lány meghízik, akkor azt mondják rá, hogy kövér, hogyha egy fiú meghízik, akkor azt mondják rá, hogy mackó. Jaj, és ez a nem korrekt szerintem. Hát lehet ez. Külföldön amúgy vannak plusz size férfi modell ügynökségek, tehát amúgy Ferit szeretettel várom, hogyha bármilyen. Drága vagy. Ha elindítom ezt a vonalat, akkor abszolút. Ilyen legalábbis, hogy nekem alasztok majd mutatok, kis csillag, majd mutatok fotókat, amúgy te láttam, is nagyon szerelmes jó. Leszel hát, belém. Nagyon jó. Ne viccelj már, de biztos úgy néz a kamerában, hogy miért jelöl van. Tényleg. A Ferinek legalább úgy jól állnak ezek az XXL-es ruhadarabok, mint nekem a pelenkák. 2 különböző vonalt is lehet. Nem XXL. Szerintem azok a képek nagyon jó. Ki fogom küldeni ügynökségeken is. Pedig majd amikor a miért jött ez a téma. Hát tulajdonképpen nem én toltam be a Laci, de én beszéltem a Lacival, ezért, hogy nem lehet. A karrieredet 10 év kápolgatjuk, építgetjük. Na, jó, minden. Na szóval aranyos ez a támadgatós dolog, és örülünk is Áron. Ne, ez nem támadgatós, gyerekek. Csak most például, ha azt mondod a csajodnak, hogy a feleségednek, barátnőnek, hogy dobjál már le egy 5-öst, anya, mert szerintem, és itt mit mondasz? Nem azért, mert szerintem, az, megmondom mi a... Ő sokkal, minden nő, és javítsatok, hogy tévednék, sokkal előbb lesz magával elégedetlen, mint én vele. Ez biztos. Tehát, na, ez igen. Most magyarul, én azzal, hogy azt mondom neki, hogy kis nyuszi, fuss-e 3 kört a ház körül, meglátod, jobb lesz, akkor nem magamon segítek, nem arról lesz, hogy ó, akkor mostantól érted, mint a fagyott kutya lábolja leszek minden este, hanem neki jobb érzés lesz a létezés. Igen, és ha neki jó, nekem is jó, mindenkinek jó. Ezt a mondatot otthon ehhez... próbáltad már? Simán, de hát ez, persze, ne viccelj. De ez nem belül jön, akkor ő, tehát akkor az... Mindenkinek kell támogatás, biztatás, valami. Persze. Senki nem fog magától fölmenni a futópadra, hát kinek van kedve hozzá? Itt a modellányok, mondjuk én nem azt mondom, hogy üljél le a kanapéra és egyél chipset all night long, hát hanem az van, hogy igenis, menj, feszesíts, menj el jogázni. Én nem azt mondom, hogy nekem az a jó, hogyha egy modell odajön, 200 kilós, és nem tudom, és halálra elszi magát a különböző gyorséttermekben. Én mindig azt mondom, hogy igen, heti 2-szer minimum valami kis edzés, mozgás, legyen az jóga, pilates, nekem mindegy, mozogjon, feszesítsen, egyen normál, kerülje az édesítőszereket például, kávé helyett mondjuk a zöldte a zseniálisan rendbe tudja hozni. Van olyan modell, aki 200 kilós? Nincs. Kilóban nem tudom, az biztos, hogy nem tudom. Én nem tudom, hogy hány kiló. Én centiméter tudom. Kérdez Manikot? Nem kérdezünk ilyet. Három titok. Centibe tudom. Amúgy a legnagyobb lányom az olyan 48-50-es méret. Ruha méret. Hát ez 3 hapsinak itt a stúdióban szerintem viszonylag keveset mond az 50-es. Na, én majd utána is. Hát mondjuk egy tőlem egy olyan, rám még úgy rakjatok egy olyan 30 kilót. Körülbelül. Uh-huh. Vagy én is voltam plusz 25-tel több, az egy érdekes állapotot. Na most akkor... én ráképzeltem Janit, és akkor körülbelül meg is van. Ez már hát megtörtént 30... korábban. Tehát én mindig azt mondom, hogy
hogy őrizzék meg az egészségüket az emberek, tök fontos ez, tényleg, én a saját bőrömön tapasztaltam, hogy mennyire fontos az, a normálisan egyél, hogy sportoljál, hogy mozogjál, borzasztóan el tudsz szaladni az embert. Tehát rá mondjuk egy év alatt kúszott fel az a 25 kiló. Ami durva volt. Rosszul éreztem magam. Persze. Rosszul éreztem magam. Szerintem egyébként az egésznek az alfája meg omegája az a saját egészséges önkép, hogy fogadd el magad olyannak, amilyen valójában vagy. Van egy nagyon kedves, semmi közünk nincsen hozzá, de mind a ketten csodáljuk és kedveljük. Ugye mindenki ismeri Nigella Lawsonnak a nevét, a Ferrivel nagy kedvencünk a hölgy. Na most ő egyáltalán nem tartozik a ropik közé. Abszolút. Hát ugye a kis konyha, egy kis kajás műsoraira ismert elsősorban. Egyszerűen hihetetlenül jól néz ki a nő, és egyáltalán nem felel meg ennek a fajta a mindenféle modellújságok meg mindenféle ilyen ügynökségek által közvetített ropi szépségére. A másik az, bocsánat, csak hogy a hölgyek érdekében mondom az, hogy nem feltétlenül a... De én nem... Ah, Feri, értsé már, na! Jó. Na, szeressük is a Vicset, ne csak értsük. Na, tehát a lényeg az, hogy miért kell divatmagazinokból válogatni az ideál, az eszményképeket. Mert mondom, a nők így ezt csinálják. De hát könyörgöm. Jaj. Akkor szóljunk a nőkhez. Nők, nem azt mondom, hogy ne nézegessék, csak ne onnan vegyék a pénzt. Mondok egy nevet, Liptai Klaudia, az ország első számú műsorvezetője, vicces, humoros, nagyon sikeres, és nem ropi. Ne nézzétek, hogy most hány kiló, meg mondjuk hány kiló volt 10 évvel. És biztos nem bántodik meg rajta, de folyamatosan küzd ezzel hosszú évek óta, ezzel a jója effektussal. Hát és most vékony. Igen, de szexi volt. Amikor meg nem volt. Persze, hát az ő értékét sosem az adta meg, hogy éppen vékony, vagy éppen nem, hanem az ő értékei azokért lehet, mit tudom én, nem azt mondom, hogy rajongani, de lehet példának venni őt, hogy nem egy nátszál kisasszony szól minden nap hozzánk a dobozból. Igen, csak most ő lefogyott, és akkor azt fogják mondani a nők, vagy a férjek, hogy látod, a Klaudia is lefogyott, akkor te is le tudsz fogyni. Azt fogja mondani, hogy Kovács úr otthon. Anyunak. Nikol, mi a következő lépés? Munkában van most valami nagy dolog? Hát, föl kell híznom a következő fotózásra. Hát úgy néz ki, hogy a Triumfal megint fotózni fogunk. Ezt nem mond ki. Nem mondjuk ki. Egy nagy fehér nevű márkának már volt a modellje is. Azt hittem motoron fogtok. Nem. Bár nem fizet még. Aha, tehát akkor ez a következő. Igen. Jó, várjuk a portfóliót, jó? Köszönjük szépen. Patrici és Nikol, köszönjük szépen. Jó, Feri pedig küldi a képeket. Nem, már ott van nálam. Már van. Te tolom, te. Ha 6 perccel múlt el 9:30, hamarosan jövünk vissza a nap legjobb pillanataival. 2 perc múlva lesz 9:45. Hát zsizseg az SMS fal, kérem szépen. Nagyon jó közhelyek jöttek, én ezeket szeretem. Azt mondja, hogy pizzában is jobb a húsos. Egy nőn legyen mit fogni, a csonttal játszanak a kutyák, nagy medve. Tehát ezek megint ugye a sarkítások, mert hogy mindenkinek helye van nyilván a világban, és aki vékonyabb hölgy, annak is legyen párja. Na jó, de ne felejtsük el, hogy a közhelyek azok általában mindig van, nagy-nagy igazságra épülnek, tehát azért ebben van valami. Tehát, hogy most megnéztük Nikolt is az előbb, és hát valljuk be őszintén, hogy ő közelebb áll az átlagos magyar hölgyekhez. Hát igen. Mint azok az ideálok, azok a szépségideálok, vagy akiket a magazinokban látunk. Na de van erre egy jó szó, bocsánat, az, hogy gusta. Ha egy nő gusta, akkor tök mindegy, hogy plusz 10, mínusz 10, ha gusta, akkor gusta, jó napot kívánok. Nem azért tettük föl most Nikolról a képet a Morning Show-ra, meg a Facebookra is, tehát a weboldalra is, meg a Facebookra is föltettünk egy fehér neműs, vagy fürdőruhás, egy fürdőruhás képet, csak hogy azért tettük fel, hogy értsétek meg azt, hogy a divatvilágban ő egy kövér nőnek számít. Nézzétek meg a fotót, és akkor el lehet dönteni mindenkinek, hogy mondjuk hát tépne egy kis párnát a Nikollal, vagy sem. A fiú, hogy óvatosan fogalmazzak, jó? Pulykázna, ugye? Elhatárolódom. Én már nem is emlékszem, hogy az mi. 8 perccel 10 óra előtt. Szevasz, Csabi. Jó reggel. Szia. Szevasztok. Jó volt az áron, hallgattad te felé? Hogy hazudjak, vagy... Csak az igazság. Egyébként én bírom az áront. Na jó, ezt hagyjátok abban most, kösz. De léci. De most én egyébként én... Ha én bírom az áron, következésképpen egy csomó, nem bírják. Én bírom. Imádom egyébként az ilyeneket. Ismerem az emberek ízlését, és tudom, hogy gyűlölik. Tudom, hogy idegesítő egy csávot, de én bírom. De ma... Az is jó. Én bírom az áron, de ma... Én azt is imádom, amikor megírják, hogy mi... A Ferivel nem, de Áron nagyon, nagyon ász volt és kitartás. Aki ezt megírja. Tehát, hogy
Miért ilyen szigorúak? Az emberekkel, magatokkal is velem. Dehogy vagyunk. Tessék ezt abba hagyni. Dehogy vagyunk. Jó, hát mi örültünk neki, ha legközelebb lesz ilyen szabad hetünk, meg így jöhetsz. Meg nagyon jöhetsz. Örülök én is, abszolút. Egyszer-egyszer belesz. Ez most mondjuk nem volt annyira őszinte. Örülök én is. Ne arra, hogy komolyan mondom, hát mikor történik az emberrel, hogy alig kezdődött el a nap, és már is elveszett és megkerült állatok, egész tömkelege itt van a nap. Tehát ez jól indul, nem? Mert és már még Csabi is bejött. Láma, és még tessék, itt van. És a Super Size folytatódik itt Csabival. Ha. Micsoda, a Csabi egy sportember. Hát ugye? Mert kiló tömkelegét hagyta maga erről mögött. Beszélek. Erről ne beszéljük már le se a nőket, se a férfiakat, hogy megtegyenek mindent azért, hogy jó nézzenek ki. Nem akartuk lebeszélni. Azért. Nem. Áron az elmúlt egy órát nem értette. Na, én valahol ott lámánál leakadtam. A láma annyira megzavar. Na de Csabi, drága. Mondj már valamit azon kívül, hogy milyen zenék jönnek, most utálom azt a kérdés speciál minden reggel, úgyhogy kérdezzünk mást. Én kérném szépen, hogy és küldeném a haverjaimnak a Sing Sing zenekartól a Maligán Huligán. Én nem tudom, hogy fel tudunk-e nőni ahhoz a feladathoz, hogy ilyen tényfeltáró dalokat játszunk, hogy, amiben elmondjuk, hogy éjjel jön minden éjjel. Ja. De azért próbálkozunk. Éjjel jön, minden éjjel eljön, értem. Jó, csak ha, ott el kellett kapcsolni, vagy megcsörrent a telefonom. Éjjel, minden éjjel. Jó, egy kis fikkantás. A magyar hótiparban meg elég tényfeltárásnak azt mondom, hogy nekem elmész az élő zöldülnek, szerintem hívjuk a naphallgatóját. Jó, ez a biztos. Igaz? Hogy? De ez valójában szerelem, ebből biztos, hogy mesztelen birkózás lenne a végén. De jó volt hallani. Most már ez a vonat elment, Csabi, ez a vonat elment, ez a vonat elment. Azért, mert az Abaházi bendet nem játsza. Mi a rádió? Ez fáj. Nem, milyen? De hát aki ilyen átéléssel tud technót konferálni, mint a Csabi, az az én dalomat, hogy? Ne veszek egyetek már, gyerekek. Azt is imádom, aki megírja, hogy nagyon kedvel, de lepofázzak bele már. Na, még egyet várjunk? Mondom, várjunk még egyet? Jó, nem várunk. Köszi. Most még gondolkodunk igen. Ezen a válaszon. Jó, akkor még egyet. Mi volt az SMS, azt tudja valaki? Az SMS a következő volt, Áron, olvasd be, légy szíves. Már is mondom, azt mondja, hogy a környéken átnevezték, ugye elveszett egy láma, és valaki viccesen beírta 588 végződéssel, hogy a környéken átnevezték a téves riasztást vaklámának. És ez akkor is ott viccesnek tűnt. De most is az. Ez jó is egyébként. Csabi nem azért nem nevet, hanem erre a munkájára koncentrál. Már keresi azt a dalt, amit ajánlani fog nekünk. Külön ajándékcsomag van egyébként, ezt a nap hallgatója megkapja majd, de a Morning Show-s ajándékot nem. Csabi, ha ajánlani kell nekünk egy zenét, Áron kedvéért. Most nem az Áron kedvéért, én már hiányolom Balázst, és ez nem az Áronnak szól. Ezért a Balázsnak a kedvencét szeretném ajánlani, ez megint nem az újdonságok közül való. Aha. Van a Bricklik, a Sondarin, meg a Herspiegel, ismeritek őket. Hogy nagyon kellemes magyar ételek. Három tehetséges magyar fiatalember, és a Don't You Mind című dalukat ajánlom. Te jó. Ez egy jó pofa dal. Oké, köszönjük szépen. Nem. Hallgass meg. Csabitől lehet kérni 061-555-5500, holnap reggeli vendégműsorvezetőnk. Ez nem lesz más, mint Domovári István. Igen, kicsit gondolkodnak kellett rajta. Nem, mert a Csabinak az előbbi kitétele, hogy nagyon jelzik már neki Balázs, engem picit meglepős ezen gondolkodtam, milyen fura egyébként. Én azt hittem, hogy Gene Simmonsnak a leghosszabb a nyelve a rock szakmám. De a Csabi tájtődik elé. Holnap reggel jövünk, majd kíványságműsor. Csabival, Áron, nagyon köszönjük. Én köszönöm tényleg. Szevasztok. Sziasztok.